Sziasztok! Ebben az adásban Lampert Benedek fotóssal beszélgetünk a tojfotografiról, a természetfotózásról, arról, hogy milyen nemzetközi médiumokba került be a műveivel, és hogy ebben az adásban miért is visel ő egy Bud spencer pólót. Ezt látta de bejövetelkor? Hát na, hogy láttad. Hát na, hogy láttad. Kaptam ajándékba. De nem merem kibontani, nem akarom összerakni, hogy így... Mi az, nem mered? Hát mert, hogy ez így milyen szép, hogy ezt így kaptam ajándékba is. Hát ezért nem, szó, nem kell kidobni a legós dobozokat. Összerakod a cuccot és elteszed a doboz Nekem is ott vannak fel a Ne, úristen. De. De adnak már lassan, akkor külön lakás kell, hogy a legós dobozokat elrakjad. Hát, hogyha az elejétől ez úgy maradt volna, akkor valóban csak uh, volt egy szanálás. Igen. A, az első adagból, bár ott is volt, hogy kivágtam az elejét, és akkor azt eltettem. De a legutóbbiakat azt most már főleg úgy, hogy van egy-két ilyen, a Stranger Things-es, meg ilyen, a apollo ezek a dobozok, jól néznek, ezeket nincs szívem. Meg benne van ugyanúgy a leírás, meg ilyenek, hogyha bármi vannak, hogy össze tudja az ember rakni. Uh -huh. De a lényeg az, hogy persze ezek, ezek önmagukban is jól néznek. Úgyhogy kiszeded a belét, összerakod, ezt meg félreteszed. Ezt a Szíriusnál látom, és gondolom ez akkor nálad is megvan, hogy az emberek minél több legója van, annál Ö, nagyobb dilemmája van azt illetően, hogy ezeket hova rakjam, amikor már össze vannak rakva? Hát mindig az ember töltögeti a rendelkezésre álló helyet, aztán egyszer csak azon kapja magát, hogy nincs több, és akkor ö, nyilvánvalóan minden mást fog kidobni, de nem ezeket. Tehát akkor, akkor, akkor valami más kontójára még tovább kell építkezni. Azért én még közel sem vagyok a a a szintjén, tehát ott, ott az egy tényleg nagyon durva depó, amit ő felhalmozott, szóval titkok kamrája az úgy semmi ahhoz képest. Nekem még viszonylag jól elférnek a dolgok. Mondjuk így is már azért a polcoknak nagyjából százszerzéket kitölti, főleg a nagyobb cuccok, de még nekem ráadásul nincsenek is ilyen nagy ilyen UCS szettek, mint a display Hogy Úgyhogy én még, én még aránylag el vagyok. És mi jött előbb? A Lego vagy a fotózás? Mert hogy őszinte legyek, csak szerintem a lehető legminimálisabb dolgot tudom rólad. Pont ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit lehet majd rólad ebben az adásban megtudni. Hát, uh, hogy is volt, 2007-ben kezdtem el a fotózást, de, de előtte, előtte volt a legó. Hát ugye nyilván alapvetően az van, hogy uh, nagyon sok éve már nem nő fel úgy gyerek, hogy nincs legója. Nyilván nekem is volt, uh, mikor még egész kicsi voltam, akkor persze azok, tehát akkor én nem tudtam, összeraktam a vizé, elveszett, kész, megettem, stb. <laughs> tehát ez az úgy benne van. Aztán utána, hú, nem is tudom mikor, de... Ja, mikor ez így nagyjából megvan, amikor kijött a harmadik része a Star Wars-nak, én akkor kezdtem el Star wars nézni, és azóta nem sikerült ettől megszabadulni, tehát ugye akkor akkor ak véreztem ak 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 a csatamezőn, nem volt visszaút. Ez és... az új, ha, nem a újabb hanem a közepes igen. új harmadik. Igen, igen, igen. Na, igen, igen. hallod, ezt hogy kell amúgy nevezni? Hát úgy, hogy az előzmény trilógia harmadik része. Jó, akkor a... Ja igen, mert van a Star Wars, van az előzmény trilógia, és van az utózmány trilógia. Amit én nem ismerek el, de ez majd egy másik sztori. <laughs> jó, tehát az előzmény trilógia harmadik része, és azt mondtad, hogy 2007-ben kezdtél el fotózni. Te 2007-ben hány éves volt? Te nagyon fiatal vagy, nem? Uh, igen, én most vagyok 24, és a... jó, volt inkább 25, mert most néhány nem. nap a szülnapig uh, és akkor voltam... Hú, nem tudom, valami tizen. Hány, hányba születtél, ha ezt már mondtad? 95. Ja, 95? Akkor a, akkor az... 12. 12, ezt akartam mondani. Am... Jó, tehát matekos voltam, gyorsan igen, igen, igen. tudok számolni. Egy Pontosan kicsit. az mindig az erősségem volt. Szóval a, a, akkor volt az, hogy összegyűjtöttem a, a kis pénzemet az első kis fényképezőre, és hát akkor nyilván még közel sem annyira tudatosan de elkezdtem fotózni, meg minden. Édesapám fotós volt, Tud, tehát hogy volt alap, volt Aha. honnan segítséget kérni, meg támogatást, és akkor kértem a karácsonyra az, az x meg egy Snow et azt hiszem. És ez volt az első két olyan szett, amit úgy, úgy, kértem, hogy na, akkor én most ezt gyűjtöm, és elkezdek bázist építeni, meg stb. és utána asztalon ilyen pff, hatalmas ilyen terepasztalok voltak. Szóval akkor elkezdtem gyűjteni a legót, meg minden közben párhuzamosan alakult a fotózás, stb. 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 Volt is egy időszak, amikor uh, nekiveselkedtem, hogy na, akkor csináljunk velük képeket, vagy valami, hát azok olyanok is lettek. Azt Mert? Hát mert akkor még nem volt, nem volt, uh, megfelelő tudásom hozzá, meg eszközpark, meg semmi. Akkor csak tényleg raktam a figurákat, valamit bájtottam, és jó napod, de az, hogy fényelés, mélység, tehát, hogy á, Hát ferek. jó, de hát várjál azért, senki nem ezzel születik. Egy, kettő, ha már eszedbe jutott, hogy hú, most itt van ez a, nem tudom, kompozíció, ezt hát le kéne fotózni, az azért már nem egy rossz indulás, hogy elkezdesz gondolkozni azon, hogy hm, ezt a figurát miért ide teszem, ezt a figurát miért oda teszem, ők milyen viszonyban vannak egymással, honnan fogom fotózni, lehet, igen. hogy én nem azt mondod, hogy plánnak hívom, de attól még akkor valami elindult. Igen, 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 meg mondom, egy kísérletezésnek jó volt, de akkor így, na mindegy, szóval az úgy éreztem, hogy nem az igazi, de egyébként poénból ezt föl is tettem még azt hiszem tovább az oldalra, hogy amúgy innen indult a dolog, de az mi volt? -e? Elkezdtél, vagy arra gondoltál, hogy történetet mesélek a bábukkal, vagy? Ö, mi? Nem, hasonló, tehát beállítottam őket valamiféle kis uh, műtén volt, hogy fogtam egy esztenye helyet, és akkor leütettem két rohamosztagost, és akkor teáztak, vagy valami. És amúgy egész jó hangulat lett, de abszolút nem tojfotó, amiről majd később beszélünk. És akkor uh, három éve neki futottam újra, ugye? Akkor már azért teljesen más gír volt, sokat tanultam azóta, meg ilyenek. és és akkor én megcsináltam az első Star Wars sorozatot, ezt a legós, ugye uh -huh. akkor már uh, egyrészt láttam a netten, hogy lehet ilyeneket csinálni. Ugye azt kell tudni, hogy ez az egész toy fotografia, ez annyira fiatal, hogy erről semmiféle oktató nincs, 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 nincs. Tehát Wikipédiában amikor beírtam, hogy fotográfia, és kb. 8 oldalon keresztül sorolta a műfajokat, de olyan hihetetleneket, hogy büdösebben nem hallottam róla, de ilyen. Tehát minden, ez nem volt köztük. Ez olyan, nincs erről pályázat, nem, nincs tojfotografi pályázat, ebből nem tudsz vizsgázni semmilyen oká és izén mondjuk. Tehát ugye ez még egyszer nincs benne a, ha, ha úgy mondhatom, akkor kanonizált fotográfus. Mm, halmazban, nem halmazban, tudom. Halmazban, műfaj, műfajban, igen. igen. És, és, akkor itt annyit tudtam, hogy láttam, hogy van ilyen, meg stb., hogy ez milyen érdekes, hogy van mozgás, meg dinamika a képeken, hogy nem csak ilyen still life, hanem hogy fröccsen és meg ilyenek. És akkor elkezdtem kísérletezni, hogy, hogy lehet megcsinálni. Ugye, és akkor már az akkori technikai tudásommal ezt már nagyjából sikerült megcsinálni. És akkor két az első sorozat, és így mindenkinek nagyon tetszett. És az volt az érdekes, én azt hittem mindenkinek fotózó, hogy ja, vagy, komolyan mondom. mit csinálsz? Ember, dolgoz, csinálj már valamit, hány éves vagy? És, 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 nem ez jött, hanem hogy basszus, de jó, mint, hogy, hogy, hogy rögtön mond, komolyan met. És ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, mert, mert úgy hirtelen, és kiderült, hogy ez a Legó, ez olyan szintű közös nevező minden embernél, hogy ez nem igaz. Tehát ez... ez e, itt, itt még trollok sincsenek. Tehát, hogy ez valahogy annyira mindenkinél betalál, mindenki előhozza azt, hogy amikor így játszott a Legóval, meg valahogy kicsit mindenkinek visszajön az, hogy ő is ilyen jeleneteket képzelte, amikor építette össze. És, és, és valahogy ez, ez úgy mindenki, ez így ez Legó, ez mindenkinek az életének a része, ezt, ezt nem kezdjük el trollkodni, nem kezdünk el beszólni, itt nincsenek toxikus ízék. Úgyhogy. Nagyon pozitív uh, felhangulat ennek az egésznek. Hát ugye. ez tök jó, Ö, és kívánom, hogy megmaradjon, meg legyen népszerű, mert hogy tudod, hogyha majd népszerűbb lesz, többen nézik, akkor nyilván majd megjelennek ezek a hangok is, akár esetleg. De hogy túl nagyot ugrottál, igen. Itt, a, itt a, hogy kezdett el a kis lampi, mindenki lampinak hív amúgy? Igen, igen, Jó? igen, igen, Tehát a kis lampi, hogy kezdett el fotózni, és nem volt vele elégedett, és utána annyit mondta, hogy ja, és akkor három év újra kezdtem. A kettő között... A kettő között nem volt ebből a szempontból semmi. Ott... A tojfotografival, vagy a, egyáltalán a fotózással? Nem, a tojfotografival. Na. Tehát közben én, én, én fotóztam, ugye nem szeretem a természetfotót is, Ö, engem igazából minden érdek a portén keresztül, épületfotózás, a stb. Akkor ugye nyilván akkor el is kezdtem dolgozni ebben, elvégeztem a, az iskolát, legyen végzettség hozzá. Tehát utána nekem már a videózásra, meg mindenre teljesen átfordult az az egész. Megjártam a Gödöli Agrár Egyetemet is, meg minden szóval... Ott mit csináltál? Fú, környezetgazdálkodási agrármérnök voltam. Fú, apukám agrármérnök. Ez mert... egy nagyon jó szakma. E, igen. Csak... Ha szereti az ember. mert, 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 mert én Legeleinte ornitológus akartam lenni. Uh -huh. Én nagyon-nagyon szeretem a madarakat, és a keretben a lakomot csináltuk, tanúsvényeket, előadásokat, vásárokat, stb. Az odukat telepítettünk. Nagyon... A mai napig éppen nagyon szeretem ezt. De aztán áttevődött a hangsúly, amikor megvágtam az első videómat, és itt kilógott a szemem. Ekkor ilyen anime a monitor előtt, tudod, ilyen reméltem. Oh, és akkor és akkor szépen kezdődött áttevődni a hangsúly a fotózásra, meg a videózásra, a vágásra, és utána már, már csak ez. Minden szempontból elindítottam a blogot, elindítottam a YouTube csatornát, meg oldalakat, meg ilyeneket. És, és mikor ezen ment egy ideje, akkor ugye elmentem iskolába és is, hogy legyen papi, legyen végzettség, akkor ott megtudtam például a stúdió használatot, meg ilyeneket, akkor... És, és, utána ezzel kezdtem dolgozni, nyilván sokszor volt szükség portéra is, modellfotókra, épületfotókra, bármi esküvőzés hasonlók. Úgyhogy, úgyhogy nekem abszolút áttevődött a hangsúly a fotózása minden téren, tehát, és az, az a jó pofa, hogy oké, ez egyrészt a munka, de a szabad időmben fotózom, amit én szeretnék, vagy ezzel kapcsolatban írok blogcikket, vagy ez forog videót, tehát gyakorlatilag azért a teljes százszerzékben kitölti ezt, mert, mert van egy munka aspektusa, van egy... De és, a, a szabadidős tevékenység az ugyanez kapcsolódik. Tehát, hogy igazából már szinte csak a konkrétum különbözik az, hogy uh -huh. ez munka vagy nem. Aztán szerencsés esetben ez a kettőnek van átfedése, mint például, amikor ugye építettük a igen, igen építés. Úgyhogy, úgyhogy, nagyjából ez volt, és akkor neki futottam még egyszer ennek a legózásnak. És milyen suliba jártál? A budai iskola, nem tudom ismerőse. Uh -huh. Nagyon sok rosszat hallottam az ilyen ókályis képzésekről, mint volt, aki mondta, hogy elment, aztán vagy nagyjából ugyanannyi tudással jött ki, vagy még kevesebben. Tehát, hogy, hogy nem volt túl hatékony az, uh -huh, egész. Uh -huh. Itt viszont én azt szerettem nagyon, hogy itt olyan tanárok voltak, akik például moment tanítanak, meg uh, elismert művészek a területükön, szóval, hogy tényleg, tényleg olyan, olyan, olyan fotós, akik nem csak, nem csak, az alkalmazotti részt ismerik, meg mondjuk nem az, hogy van tényleg egy gépük, hanem, hanem megvan mögöttük is az a fajta rendtenetesen sok évnyi tapasztalat, és bár én nem vagyok egy művész alkat, meg nem vagyok művész, meg semmi, de mégis úgy gondolom, hogy az a fotográfia az az, 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 egy művészet. Hát az, és az, az, az ezt nem is értem ezt a hát az, az, azért, mert nem minden, nem, nem minden, aspektus, na, nem minden aspektus alatt, legalábbis szerintem. Tehát én például, amit én csinálok, azt abszolút nem tartom művészetnek. A saját magam szerint az, az egy művészi kép mondjuk, ami túlmutat kicsit a a fotónak a vizualitásán. Tehát, hogy van benne valami plusz elgondolkodtat, egy plusz üzenet, valami, tehát, hogy intellektuálisan is kicsit van benne tartalom. Uh -huh. Amiket mondjuk a legokkal vagy ezekkel csinálok, azok, azok jól néznek ki, de az az, az ennyiben kiismerül. Nem mindegy, a lényeg az, hogy, hogy itt az iskolában azon kívül, hogy mondjuk a technikai dolgokat is megtanultam, vagy továbbfejlesztettem, picit kinyitották a fejemet is arra, hogy hogy, le, hogy hogy lehet mondjuk egy fotót értelmezni, hogy lehet értékelni, milyen uh, különböző elvont, meg uh, hogy mondjam ezt szóval, hogy, hogy lehet kicsit elvontabban hozzáállni egy képhez, uh -huh. nem durván, mert arra én alkalmatlan vagyok. Hát, tehát, tehát vannak mások, akik erre alkalmasak, és, és ezt tudják, és olyanokat csinálnak, hogy akkor már én is csak úgy hogy most mi, de az, az volt itt a jó, hogy ott ez például a tanak pontosan, pontosan látták ezt, hogy én kicsit oké, okay, elég nyitott vagyok, de hogy, de hogy én azért egy ilyen racionálisabb valaki vagyok, nekem nem megy ez a nagyon művészi elrugaszkodás. És akkor mindig pont annyit egy-egy vizsgamunkánál, vagy mondjuk egy ilyen féléves munkánál úgy, úgy vártek úgy úgy velem, hogy oké, okay, akkor te ennyit csinálsz, te így csinálod, te úgy csinálod. És ez tényleg hasznos volt, mert nagyon sok mindenben nézegettük a híres fotósnak képeit, azt elemeztük végig akkor, akkor ott azért nagyon sok mindent megtanul az ember, és nekem például a vizsgamunkám a street fotóból volt, ami Aha. egy teljesen más ehhez, az egy nagyon klasszikus fotográfiai műfaj, és azt nagyon élveztem az, hogy pont azon a határon van a művészet és a és a, és so a realizmus, realizmus ez egyszerű vizuális megjelenítés, Hogy, hogy, hogy az nekem nagyon tetszett. Amúgy az, az egy az egybe természetfotó csak <laughs> emberekkel. Tehát akkor kimentem így az utcára, itt Pesten, összevisz a kocsma egyetben mondjuk, mert ott ugye nagyon sok ember van, meg ilyenek, és figyeltem a pillanatokat. Azokat a pillanatokat, amik, amik nem léteznek csak fotón. Mert én mondjuk beállok egy, egy pozíció, egy kompozícióba, és még besétál valaki, és pont úgy van a feje, és úgy üzér, és röppen, és, és galamb, és, és nem tudom, és az kifejezés is közben, de azt te nem látod szemmel. Mert egy folytonosságot látsz. Az kizárólag abban az egy század másodpercben történik meg, valami, és ezt nagyon szeretem a fotózásban, amikor azt tudod megmutatni, ami egyébként láthatatlan. És a Street én ezt szerettem nagyon, hogy egyrészt van egy könnyű olvasata, mert mert mondjuk, ott, a, a... Mert mondjuk fényeknek hasonlók, de Igen. hogyha mondjuk belenézel, akkor még át tudod kapcsolni, hogy aha, de hogy tulajdonképpen ez komplementer szín, meg hogyha azt nézzük, akkor harmadóval van benne, és pont arra néz, ahol éppen ott egy szobor, akinek amúgy a fej olyan, mint a Persze ez nagyon néz meg, csak, hogy ezeket az összeállásokat az ember felpakolja egy képre, de ez, 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 ez nagyon bejött, úgyhogy végül is ilyen szempontból kinyitottak engem kicsit elfremés. Hát ez tök jó, amit, amit mondasz, mert hogy arra irányult volna a kérdés, hogy miért mentél a suliba, hogy most csak presztisből kell egy papír, vagy ahhoz, hogy az ember fotósként elfogadják és adjanak neki munkát, ahhoz most szükségesen kell -e valami papír, és szerencsére nem ezt mondtad, hanem nem. azt, hogy hogy, hogy milyen pluszokat kaptál a sulitól, és ami még fontosabb talán, ami szerintem sokszor nem vesznek észre az emberek, hogy, hogy, nem arról kell, hogy szóljon egy oktatás semmilyen szinten, hogy akkor most megtanulod, hogy ezzel a géppel hogy kell rekeszt állítani, meg stb., hanem hogy megtanítanak gondolkodni, Igen. meg máshogy látni, és ez az nem azt jelenti, hogy úgy tanítunk meg, hogy na én tudom, és majd megmondom, hanem jön egy tanár, aki azt mondja, hogy figyeljetek, srácok, nem tudom, nekem ez a szakterületem, én ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt szoktam figyelni benne, de egyébként ti úgy csináljátok, ahogy akarjátok, és akkor kipróbálhatjátok mondjuk ezt, vagy azt, vagy amaz, direkt nem mondok konkrétumokat, mert nem tudok konkrétumokat mondani, de hogy amikor egy ilyen szemléletmódot próbálnak átadni, és amit, amit te mondasz, hogy tök fontos, hogy az embernek a gondolkodását kinyissák. És ez nem is azt jelenti talán, hogy befolyásolni akarják, hanem ha neked valami még nem is, nem is a területed, tegyük föl, nem tudom, mondjuk tegyük föl a legkevésbé mondjuk a a műtermi portréfotó a kedvenced, mit tudom én, mondjuk, attól nem azt mondod, hogy az egy szar, ne. hanem tudod, hogy ahhoz mi kell, és tök jó, mert hogy ami ahhoz kell, azt lehet, hogy tudod használni a saját munkádban, vagy ha látsz valakitől egy, por egy szuper portréfotót, akkor jobban tudod értelmezni, Persze. hogy ehhez mi kellett. Persze, meg ugye ez is jó, amit mondtál, hogy sokszor van átjárás a kettő között. Tehát, hogy például a a street fotóban például még fontos a storytelling, az, hogy te abban a jelenetben mit ábrázolsz, de azt lehet, hogy annak egy bizonyos részét, vagy a oda használt módszert át tudod ültetni mondjuk egy portréba, vagy egy páros portréba, ahol mondjuk tényleg az emberek beállítása is fontos. Meg az, hogy valóban az, nem az, hogy rád akarják erőltetni, nem csak megmutatnak ABCD verziót, és mondjuk te eddig csak láttál B-t, de most látsz egyszerre négyet, és akkor tudsz azt, és lehet, hogy a a B felé mész, de legalább tudod, hogy van AB, meg több is. És mit akartam még mondani? Akkor én kérdezek. Jó. Mert hogy annyira, annyira távol áll egymástól, például egy streetfotó, egy természetfotó, meg egy, egy olyan, nem tudom, hogy hívják, tehát a, a, toj, a tojfotózás, Tojfotói. ami azért egy, egy épített, terepasztalos, szinte filmesen, sőt nem, filmesen, az konkrétan filmesen bevilágított, vagy filmesen beefektezett dolog, hogy, hogy ez, ez így a Igen, teljes van. spektrumon mozogsz igazából. Igen, Tudod, mert... mi jutott eszembe? hogy Az, hogy ha megnéz valaki egy verket, ugye a YouTube csatornádon vannak verkek, uh -huh. videóformájában, tehát hogy hogy készül el egy, -egy kompozíció, vagy egy, egy installáció, nem tudom, hogy hívják ezt. Díszlet, 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 díszlet. Igen, igen, meg hogy hogy effektezed azt föl igazi effekttel, tehát SFX-szel, special effekttel, nem VFX-szel, nem ö, vizuális izével utómunkával. Igen, igen, ott, ott helyben kamera előtt. Ott helyben kamera előtt, amikor mondjuk füstöt csinálsz, átszűrődő fényt, mit honnan világít, és a többi, az jutott eszembe, hogy ugye a szárnyas fejvadász az így, azt így meg tudnád csinálni kb. terepasztalon. Amúgy kb. kb. igen. Tehát, hogy ott, ott is ugye nagyon ott gyakorlatilag minden jelenet egy-egy ilyen nagyon szépen berendezett valamilyen díszlet. Néha már, már kicsit öncélúan is, tehát Igen. hogy például az a narancsos, nem tudom mikor Gy Szerintem gyönyörű. gyönyörű nagyon, nagyon szép volt, semmi értelme nincs, de mocsok jól nézett ki. Tehát, hogy ez, ez, ez ilyen. És ahogy mondta is ez a spektrum, hogy igazából engem ezek mindig érde mind érdekelnek. Tehát, hogy az, azt nem tudom megcsinálni, hogy teljesen egy valamivel foglalkozzak. Mert mindegyiknek annyira mások a más mást élvezek benne, hogy, hogy és tud, és tudok akkor közbe váltani. Meg, meg azt, hogy most csinálom ezt, de mondjuk a fotós kollégákkal elmegyünk fotóstúrára, azokról is szoktam forgatni ilyen videódot, meg akkor tájfotózás van. Ott teljesen más. Ott meg fel kell mászni a hegyre, ott kell lenni napfelkelténél, más a fotó kidolgozása, más a végtermék, de azt is szeretem. Szóval, hogy nincs értem leragadni egy-egy dolognál, mert annyira széles ez az egész fotográfia, annyi minden benne van, hogy gyakorlatilag pazarlás lenne csak egy valamivel foglalkozni. Nyilvánvalóan azt nem lehet, hogy mindenben profi vagy, persze. De hát akkor félre kell tenni, hogy mondjuk ebben mit tudok, ebben mit tudok, és akkor valami meg marad a hobbi szinten, de attól még élvezhető. Persze, persze, meg hát nem kell mindig mindenben profinak lenni, mert nem hogyha az lát. ember arra vár, hogy ő profi legyen valamiben, akkor soha nem fog csinálni semmit, mert vár arra az egy pillanatra, hogy ő majd full legyen mert nyilván kell ennek a prioritások, miben beraksz, mibe több energiát, mondjuk nálam ez, vagy, a, vagy más, de, de attól mi nem kell zárkozni. Igen, csak hogy hogy közben meg tényleg annyira mást kíván a különböző terület, hogy én azon gondolkoztam, hogy te hogy tudsz viszonyulni ahhoz, amikor megcsinálsz egy installációt, és ott mondjuk fölépítesz egy, egy asztalon egy jelenetet, ami tarthat egy napig, de lehet, hogy tarthat egy hétig is, mert De. azt meg kell tervezni, valamit ki kell mérni papíron, hogy méretarányban mekkora Ott legyen. Ott helybe derül ki valami, hogy ne, ez nem működik, ez izé. Pontosan. Nem látok előre mindent. A, ha kimész, és azt mondod, hogy ugye imádod az ornitológiát, akkor én most fogok madarat fotózni, na az nem úgy megy, hogy ha kimegyek, akkor biztos lesz madár. <laughs> hát tehát nem. annál nagyobb türelmet én nem tudok elképzelni, mint mikor az ember kimegy, és így úgy vadászik, hogy csak a lencsével, és kell egy olyan spot, ami, ami azért kellően rejt téged, hogy ne vegyen észre az állat, is és oda merre És akkor a harmadik dolog, ugye most voltál -e Skóciában. Igen. Az meg természetfotó, az oké, okay, hogy te tudod, hogy nap lesz, de akkor neked van egy ilyen 5 vagy 10 perces ablakod, inkább 5, amikor mondjuk lehet, hogy a tökéletes fényviszonyok, igen. de hogy be van-e borulva? Nincs beborulva? Hát fog az... E esni az eső? Nem fog esni az, az eső? Volunk, Lefújja a szél a, a hegytetőről? Igen, vagy nem. Tehát hát... ez annyira különböző területnek a különböző, hogy mondjam, kritériumai, hogy ezekhez hogy lehet -e viszonyulni? Uh, hát igazából... Ez olyan, mintha minden különböző embertípust kívánna meg, szerintem. Igen, de ez szerintem ebben a formában akkor lenne teljesen igaz, tehát, hogy aki, aki tájfotós, tényleg profi tájfotós, az egy életmód. Aki természetfotós, profi természetfotós, az megint egy életmód. Aki és az megint egyfajta életmód. Tehát a, a... Én ezeknek úgymond a felszínét kapargatom, olyan szempontból, hogy ott vagyok, élvezem, csinálom, de de abszolút nem azon a szinten, ahogy mondjuk a vérprofik vagy a hivatásosok csinálják. Uh -huh. Tehát, hogy azt nem lehet csinálni, hogy mindent high-end szinten csinálsz, hanem megvannak a prioritások. Én mondjuk egy ilyen képpel esetleg napokat, 8 órát, vagy egy hetet a díszletépítéssel együtt eltöltök. Nekem ebbe megy a legtöbb effort. De ilyenkor, amikor ott vagyunk, akkor persze adott esetben próbálom a legtöbbet kihozni, meg ilyenek, de, 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 nem, nem vagyok azon a, azon a szinten, mint mondjuk esetleg tojfotóból. Viszont, viszont nagyon fontos az, hogy már csak azért is egyébként érdemes több területen foglalkozni, mert nem csak az, hogy az ottani fényképezésnek a komponálás és módszertan és a többi át lehet ültetni egymásba, tehát hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, massza, ami van átjárás, hanem nagyon fontos a kidolgozás is a képeknél. És amikor valaki azt hogy a Photoshop, meg ezért. nem, 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 ott van benne az információ. A analógnál a negatívot nézed. Előke, és egyébként az a vicces, hogy ez sokan nem eszik figyelembe, hogy régen, amikor csak analóg technológia volt, ugyanúgy maszkoltak, ugyanúgy különvilágítottak, és ugyanúgy retusáltak, és manipuláltak, és fényeltek a képekkel. Nyilván sokkal bonyolultabban, meg sokkal kisebb volt a lehetőség, kevesebb, de ez már akkor is jelen volt, mert szükség van rá, mert az, amit rögtön kapsz, abban még rengeteg információ van, azt elő kell hozni, és mindegyik terület különböző fajta feldolgozást igényel, uh -huh. és ezáltal nagyon sok minden pluszt meg tudsz tanulni mert hogyha csak egy dologgal foglalkozol, akkor még lehet, hogy azt meg tudod csinálni nagyon frankon, de valamiért bejön egy másik, és akkor már állsz ott, mint izé, pislogsz, mint halaszatyorba, hogy most akkor merre előre, mert hogy ez, ez, a műszer, ez itt nem működik. Tehát ezért is szerintem tök jó, hogyha az ember több dologgal foglalkozik. Mi az, amit most megtanultál például a skóciai utazás során? Ez azért egy erős meretnek tűnt nekem, mert az. ugye ilyenkor az van, hogy ettől eddig itt vagyunk, minden nap az állomások, és az ember megy, és hát reméli a legjobbat nyilván. De hogy, mi az, amihez mondjuk, amire nem voltál felkészülve, és mi az, ami mondjuk tényleg úgy sikerült, ahogy szeretted volna? Mert hogy ez azért egy kontrollálatlan környezet. Igen, túra vagy fotószempontból? Mind a kettő. Kiancsi vagyok. Nem voltam még Skóciában is, gyönyörűek a, képek, amiket ott csináltatok. nagyon örülök neki. ugye ennek itt két, két aspektusa van, egyik a túra, ahol, ahol, én most igyekeztem felkészülni, tehát hogy bevásároltam előtt olyan cuccokat, amik mind kiderült kellett is, Aha. mert ott mindenhol víz van, tehát azt nem hiszed el. Aquaparkban <laughs> nincs annyi víz, mint ott érted. Tehát az ott kezdődik, hogy ilyen sáros, cupogós, ilyen lápos területen mész. Tehát eleve bárhova, bárhova lép, gyakorlatilag süppedsz be a szutyokba akkor nyilván a másik az, hogy nagyon bármikor elérhet az eső, tehát mi is ott többször eláztunk, tehát na, a vízhatlan, tehát oda nem szabad úgy menni, főleg mondjuk télen, vagy ha nem nyáron mész, hogy oda úgy kell menni, hogy vízhatlanul. Patakon mentünk át minden bokáig a vízbe, szóval, hogy tényleg nagyon szükség volt erre. Ez szerencsére úgymond úgy sikerült, hogy terveztem, mert, mert nagyon jó szupált az egész felszerelés, nem volt vele gond, hogy tudtam figyelni a és akkor még eszközvédelem például. Igen, én is itt volt például mondjuk az nagyon fontos, hogy kaptam egy akciókamerát, amivel tudtam menni, és ott erre nem kellett figyelni. Tehát az ott volt elő, mindig azt elővettem, ment a forgatás, lehetett beszélni, nagyon jó volt a hangfelvétel, tehát még a sok helyesetben kiváltotta a puska mikrofonos DSLR-t is, tehát az például nagy könnyebbség volt. A fotózás szempontból ugye itt az a bonyolultabb, hogy itt csinálom erről a verk az utazó videót, stb és míg normál esetben csak mész és arra figyelsz, hogy akkor most fotózás, meg kép, meg ilyenek, addig nekem felbe kell tartani a műsort, felmondani a szöveget, vágóképeket csinálni, és mondjuk még fotózni is, meg ez, meg az, tehát egyszerűen 25 dologra kell figyelni, és ott van egy naplemente, és mennek el a fények, de nyilván fel is kell venni, elindítani a timelapse-et, és akkor csak a 20. lépés az, hogy eljutok oda, hogy felveszem a kamerát és elkezdek fotózni. És, és igazából ez az, a, ez az, egyetlen, ami kicsit úgymond mindig rányomja a bélyegét erre, hogy nem tudok százszerzelékosan fotózni, mert mindig azt a figyelmem, és, és adott esetben mondjuk döntelem kell, hogy ezt most fotózom, vagy videózom. Néha van átfedés, amikor felteszem, ugye a acciókamerával uh -huh. felcsapom homlokra, és akkor a kettő megy egymás mellett, de azért az nagyon sok energiát elvesz, meg, meg figyelmet, hogy, hogy nem, nem, nem csak a fotózásra kell koncentráljak, hanem minden másra is nagyjából. Ennek ellenére nagyon élveztem, és lettek tényleg tök jó képek, úgyhogy elégedett vagyok. De azért itt megint az, hogy az egy dolog, hogy te mondjuk felkelünk minden nap, nap, napkelte előtt, kint vagyunk már sötétben a helyen, és akkor felhő. Eső. Tehát, hogy az egy dolog, hogy te megteszed a saját magad részét, viszont a természetnek is partnernek kell lenni ebbe különben. Jó napot. Tehát, hogy ez, ez ilyen, és az elén szerencsénk is volt nagyjából, mindig volt vagy a naplemente, vagy a nap fekete, ami jó volt, szóval, hogy viszonylag egész jól sikerült kifogni. Viszont az utolsó két napot, és főleg az utolsót, az nagyon megszívtuk. Tehát az utolsó nap, az konkrétan nem tudtunk kimozdulni a szállásról. Uh -huh. Tehát az, az, az úgy ömlött kint a víz, hogy, hogy úgy az, az, az felejtés volt. Tehát elázik minden, mert ugye, hogyha csak kicsit esik, vagy mint amikor mondjuk megérkeztünk, és sütött a nap, ugye, ahogy a süt a nap, akkor kb. egész nap nap lemente van, mert itt olyan alacsonyan van a nap, hogy eleve a fények olyanok, ami nekünk nagyon jó. Az tök jó lehet. Az nekünk tökéletes. És hol ered, hol elmentek, közben ilyen felhők, az nagyon jó volt. Tehát ott az tök mindegy, hogy még 5 perc esik az eső, mert egyrészt te úgymond nem ázorába, vagy tök mindegy, a gépet addig tudod védeni, de nagyon szép fények vannak. Ez az eső utáni felhő az a legjobb, azok olyan epic. Az, az nagyon jó volt. Ebből kellett volna még több, de sajnos az utolsó napokban az az átfogó massza volt, ami, ami nem tudsz mit kezdeni. Tehát egyik nap még Skyig menekültünk az eső elől, hat órát utaztunk, ugye oda három, vissza három, csak azért, hogy elkapjunk kb. a naplementét, uh -huh. mert előtt is végig massza volt, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon szerencsénk volt a, az idővel, de sokkal-sokkal rosszabb is lehetett volna. Hát én figyelj, én azon csodálkoztam, hogy egyáltalán hogy mertetek ott drónozni. Tehát, hogy olyan, olyan szél volt, hogy így berenéz az ember a videóba, és csak a videót nézve rosszul leszek, hogy így viszi a, igen a fejeteket a, a, meg a hajatokat, igen és, a. és utána nyilván filmezéssel lehet trükközni, hogy a két órával később ö, készült drónfelvételt most bevágsz, de hogy egyáltalán hogy volt bátorságot bármikor felküldeni a drónt, amikor igen, a, a Brit szigeteken, 5 percenként tud változni az időjárás, egyszer süt a nap, egyszer esik az eső, aztán meg lehet, hogy esik a hó. Ja, volt az is, tehát esett, ahol tényleg a lényeget elmondtad. Hát egyébként az volt az érdekes, hogy tényleg volt, amikor úgy fújt a szél, hogy hajadat levitte, de máskor meg sok esetben tök csend volt. Tehát még esetben fölmentünk a hegyre, és ott is volt egy kis szélmozgás, de még az sem volt részes. De ugye lent a völgybe, például ott azért az elég szélányékos adott esetben, simán fel lehetett küldeni. És és annyira meg sosem mentem úgymond messze a drónnal, tehát hogyha valami vészhelyzet van, vagy kezd, akkor addig még bőven visszahozom. Úgyhogy szerencsére ezzel nem volt probléma, és annyira örültem, hogy végre tudtam mini drónt, mert annyit hozzáadott te. Fú, én most e ezt így leforgattam az a Skód túrát, azért a felvételeket, és jó, én mostantól soha közérbe sem megyek drón nélkül. <laughs> tehát annyira, annyira, kellett bele, főleg ezekhez a hegyekhez, ez a monumentális epic cucc, uh -huh. ez nagyon-nagyon kellett. Um, milyen drónod van Azért kérdem, hogy, hogy beszélj kicsit a, a hardware hardverről, mert én nem nagyon értek hozzá, és hogy nekem az halálom, hogy mondjuk elkezdesz repülgetni úgyhogy nem tudsz közbe komponálni. Látod telefonon közben? Igen, vagy? igen. igen. Aha. Ez, egy, ez egy DJI, DJ? Spark. Igen? Ez kb. a DJI-nek a legelső olyan drónja, amivel lehet, tehát amiben van már gimbal, tudod forgatni. Ez egy elég régi típus már, hulla -e egyszerű, tehát uh, tényleg ez egy abszolút am amatőr gír, de egyébként meglepően jó a szuperál. Tehát, hogy nagyon szép képe van, és, és hát láttad a képeket, lehet Igen. vele dolgozni is egyébként, tehát jó, persze dinamikatartományban tartományban már van egy határ, hogy mondjuk kiég az ég, vagy valami, de hát azokat meg el kell kerülni, meg, meg most nyilván kell kompromisszumot kötni, de láttad, hogy gyakorlatilag teljesen normális minőség kihozható belőle, van is annyi információ, hogy lehet vele utólag dolgozni jön telefonra, ugye ott csak egy ilyen kis preview képet kapsz, ilyen fors hát Igen, meg azért valamilyen szinte létenszível kapod, nem? Tehát késleltetésben. Egy, egy kicsit, igen, de arra elég, hogy igazából lássad, hogy hol megy, meg meg. Úgyhogy igazából lehet vele gond nélkül komponálni és nagyon-nagyon és, és kellett. És csinál, hogy megy neked szeretem. ez a 3 d be gondolkozás, mert én repülős játékokban sose voltam jó, hogy azért ott, ott nem csak előre-hátra van, hanem föl, le, előre-hátra, jobbra-balra, és még ugye diagonálba is, vagy, tehát XYZ tengelyen kell mozogni. Igen, igazából ez, ez már szerintem neked is ismerősebb lett ez a plánozás kérdés. Hogy, hogy megvan a fejedbe, és akkor azt megpróbálod lerepülni. Ugye sokan az ott rontják mondjuk el, vagy hát nem rontják, csak megállnak ott, hogy drón fölküldöm magasok körben, nézek azt jó napot. Miközben pont azt kell mondjuk benne kihasználni, hogy nem csak egy légi felvételt tudsz vele csinálni, de van egy dollit, van egy gimbalod, van mm -hmm. egy kocsid. Minden egyben, Ami igen. azt jelenti, hogy iszonyat jól néz ki, amikor mondjuk 10 centire repülsz a föld fölött. Én berepültem vele patak fölé ott a fák közé, és akkor csak mondjuk egy ilyen svenk ott, ahol elmenek. Tehát hogy az lényeg, hogy gyakorlatilag a drónnal az nem áll meg ott, hogy csak fölmegy magasra, hanem ott az a lényeg, hogy van egy frankon kistabilizált kamerád, amit gyakorlatilag ember magasságba tudsz ele forgatni, sőt, be se indítani, meg van gimbalod. Igen. Azt mész vele és van gimbalod. Tehát, hogy, 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 hogy nem szabad leragadni ott, hogy a drón akkor az csak magasról, így le, és akkor hú de jó fölülről, hanem, hanem az simán me mehet. Csináltam azt is, hogy beraktam ilyen trackert, és akkor mentünk és követett minket. És akkor nem voltam a földtől, egy másfél méterre csak. De marha jól néz ki, ahogy utána a videón az úgy egyenesben megy, és egy szép kamerameneted van, átmegy, hogy mondjuk sétálunk föl egy ilyen kanyargós úton, és a drón az így átmegy köztünk. És, és, ezek ilyen filmes hatást keltenek. De várjál, én pont azon gondolkoztam, hogy ezek hogy készültek. Én azt hittem, hogy arra volt egy külön operátor, aki éppen azt megcsinálta. Arra egy trekkerbe tudsz állítani. Van egy trekker, vagy pedig kézzel repültem. Tehát sétáltam, és közben repültem, akkor mondjuk ott végig. Az, mind, az mind drón. Tehát ami mondjuk úgy, úgy látod, hogy embermagasságban van, az is drón. Hú, hallod, ez azért ember próbáló, így hogy belegondolok, mert most, hogy elmesélted, hogy mivel jár nyilván egy ilyen utazásnak a dokumentálása, sok bliszkonos videó jutott eszembe, és akkor tudod, utána megkérdik, hogy na milyen volt a bliszkon, hogy érezted magad, stb. És így visszagondolok, hogy... Én nem láttam belőle semmit. Nem, igen, hát én úgy személy, személyesen nem nagyon tudtam élvezni, mert azon gondolkoztam, hogy hú, ezt megmutatni, ezt, Ilyen plámból, olyan plámból itt Igen. rá kéne beszélni, itt elkapni azt a pillanatot. Hú, a következő... Ö, Igen. Ö, Legyen fejedben a műsor, hogy még felvegyél vágóképet, hogy két különállós állós nitet összekössél. Dramaturgiailag. Pontosan, és közben nézed, hogy itt 10.30-tól van ez, de ott 11.30-tól már az, de ennek még nem lesz vége, tehát a végét nem fogunk tudni fölvenni, de annak meg nem pont a leges legelejére kéne odaérni, hanem már előbb. és, a... akkor még betelik a kártya, lemerül az aksi, akkor... és... és, és, akkor ez csak úgy működik ezen a szinten, hogyha amúgy a technika az tökéletes. Ja, igen. Tehát arról nem beszélünk, eb... hogy nem dob hibát az SD kártya, hogy vagy most akármi, vagy, vagy, akármi, lemerül, nem száll föl, otthon hagyta, stb. Igen. Szóval ez egy, ez egy elég durva dolog, és hát ugye a drót is összeraktatott, és, és akkor ez, ez, a macerás, gondolom, srácok, egy pillanat tudod, egész nap mentünk, nap fel föl nyilván az is ilyet, de srácok, egy picit maradjatok, és szeretném azt, hogy mindenki menjünk, betrekkelem, és akkor menjünk. Milyen összeraktam a drónnak, felszálltam, már csapat felem, ott volt, Ó, oh, oh, ez oh, de sztáll, rossz. le. le! de mindegy, mondom, na azt, fogtosztál, oda repültem előtt, így is beértelek titeket, nyesz. Úgyhogy, de jól nézett ki. Így. Igen, az, 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 az a ezeket a részeket nem nagyon szerettem ebben a munkában, legyen az most videózás, fotózás, bármi, amikor, amikor nincs abban a pillanatban kész a technika, hogy ez most legyen fölvéve, mert ha valamit el kell játszani, idézőjelben, Igen. az már nem lesz igazi. De azt fölvenni se jó, meg benne lenni se. Igen, de mondjuk itt a, de mondjuk ezek a részek, amikor mondjuk reakciók vagy beszélgetés, oda a szerencséje az akciókamera pont ezért jó. Uh -huh. Voice control is gyakorlatilag hozzá se kell nyúlni, már veszi. A drónos tudsz meg ugye ott azok amúgy sem a spontanitásról szólnak, hanem az ott egy ilyen széles vászonképű vágókép minden, ott meg, ott meg ugye úgyis is összekel fel föl kell szállni, de ott az úgyis a táj bemutatásot, abban is spontán dolog. Uh -huh. A többi nem meg kéznél van nagyjából a gép. Na térjünk vissza a toj okay. Mert hogy az a te fő profilod, ezt lehet mondani, ugye? Igen, 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 igen. Hát, igen, igen, azért már a Sun magazin is leközölte már a képeidet, de igen, igen. Mondjuk igen. úgy, hogy, hogy ez egy olyan érdekes dolog, vagy egy olyan inkább egyedi, hogy itthon még gyakorlatilag ez egyáltalán nincsen. Uh -huh. Tehát van egy fotós kollégám, aki, aki csinálja ezt ugyanilyen komolyan, de teljesen más műfajba egyébként, tehát hogy ő, ő a, a méretalányokkal játszik, én nagyon kicsit a figurákkal, tehát az szinte össze nem hasonlítható az enyémekkel. Kategóriájában toj fotografi, de abszolút más műfaj, úgyhogy ilyen szempontból tök jó, mert két végletet csinálunk. De a lényeg az, hogy ez nem csak, hogy itthon, itthon ugye abszolút nincsenek még kultúrája. Külföldön inkább uh, keleten nagyon szeretik, ugye, és ott is megy ez a szuperhős és meg ez a dolog. Tehát hogy a tolfotografia az nem a legó, hanem az gyakorlatilag minden. Én csináltam ugye automodellekkel is, tehát az is ide tartozik. Uh -huh. És én azt imádom ebbe, hogy bármit. De tényleg bármit egy ilyen asztalon meg lehet csinálni. Uh -huh. Tehát tájba. Fényelésbe, akármiben is van valami ilyen szinematikus kép a fejembe, és a szép így összerakom, és, és gyakorlatilag, tehát hogy mondjam, kezdem mondanom, hogy én képregényeket nőttem fel, de nem tudom, a mozaik ismerős neked? Mozaik? Mozaik. Nem, az egy kiadó volt. Nem, Ennyit nem. Ez, egy, ez egy, német képregény. Tehát most nem olyan képregényeket képzel el, mondjuk, mint a Garfield, vagy ezek, hogy ilyen hót egyszerű is Ha nem grafik novel? Ha, nem... Ott a Scott Pilgrim mögöttem. Olyasmik? Ö, nem tudom, olyan, olyan az... ez. Hát, de a pillanat. Úszági... Nem tudom. Minden... De mondjuk, figyelj, neked egy Scott Pilgrimet. Jó. Ez, a, ez az ig igaz ilyen, ez a, ez a japán stílusú. Ilyesmi? Nem, 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 az abszolút nem japán, meg, meg nem is manga, de sőt, még ennél is részt ez, ez is szépen meg van de még ennél is részletesebb. Tehát az, az annyira durván ki van dolgozva, hogy az, az gyakorlatilag, nem, nem is tudom, de az olyan, hogy kavics, tehát hogy semmilyen nagy nincs benne, hanem utolsó kavics, a kavics alatt, aki gyíkig ki van, ki van, az egész dolog. Tehát mondjuk van egy ilyen két oldalas kép, és ott az félán keresztül böngészet, hogy milyen kis apróságok vannak benne. És onnan tanultam meg, hogy a kezek hogy vannak ábrázolva, a mozdulatok, hogy van felplánozva egy-egy cselekmény hasonló, és utána rengeteg képregényt is rajzoltam, ilyen több száz oldalas a saját izéket. Te tudsz rajzolni? Igen. Wow. És, és ennek most rettenetesen használt veszem például ebbe a fotografiba, hogy egy ilyen, tehát, hogy, hogy, tehát a storytelling. Hogy állítok be egy figurát mozdal, hogy az dinamikus legyen? Nagyon apróságokon múlik, te jó ég. Tehát, hogy iszonyat kis finom, mert nem tudod miért, de a szemed érzi, hogy nem jó. És lehet, hogy csak azért, mert a futásnál ellenkező kéz van fönt. Tudod, és akkor uh -huh. már érzed, hogy ez, ez, valami nem oké. Ilyenekre figyelni kell, ami fel se tűnik a képen, csak érzed, hogy jó. De ezeket ugye előre meg kell tervezni, meg ezt tudni, hogy, hogy állított be, és nekem ez nagyon sokat segített ebbe. Vagy hogyha sztori storyboardot csinálok valami, az, hogy látvány valami, akkor, akkor az, hogy hogy van felépítve, hogy van megcsinálva, és az, hogy én ezeken ennyit olvastam, meg többször, meg figyeltem, meg rajzoltam, meg próbáltam utánozni, az itt most nagyon jól visszajön egyébként ebbe a, ebbe a, ebbe a kategóriába, mert, mert, mert tudom alkalmazni, meg főleg díszletépítésnél is mondjuk, hogy már mondjuk a fejemben van, hogy hogy van benne. Ugye azt kell tudni, hogy az azért hívom díszletnek és nem diorámának, mert a diorámát azt így megcsinálod, brutálisan megban sem, teszed az asztalra, és úgy, jó, ahogy van. Uh -huh. Az azt úgy egyez meg itt ki <coughs> Majdnem kivontam ezt a szót, ugye még makettezésből nekem megmaradt Igen. ez, hogy diorám. Igen, na az, azok olyanok, hogy azt megfogod, és kiállítod, és az szép. Nekem ezek a díszletek kizárólag a képre vannak komponálva. Tehát ott abból a szögből jól néz ki, Egyébként meg a csavarhúzó, a vizes palacka, tejfölös doboz hátul, meg ott már nincs lefestve, meg stb. Tehát, hogy ö, ezeket a díszleteket én nem tudnám úgymond kiállítani. Aha. Ezek arra a képről be vannak állítva, abban a látószögben jók, és jó napot. Hát meg, ha kész a munka, akkor szét is kapod, persze, meg szét szered, nem? és És aztán újra, persze. Azt néztem az egyik ilyen verk képeden, amikor bent a lakásba hosszú asztal, és így a félkertből a, a föld, az így oda volt, így orva, és így rögtön azon gondolkoztam, hogy mondom, ezt rohadt jól, ő, rekonstruáltad, de mondom, ezután amennyit majd söprögetni kell a szobába, oh, meg összetakarítani. Ez, 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 ez így van utána, tehát az, 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 ilyen, de például olyan, hogy van az a föld, azt már nem tudom, azt egy éve használom folyamatosan. Tehát, tehát az, 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 a föld. föld. Igen, igen, igen. meg, meg mit tudom én, hogyha a hóval, akkor fotós, mert be van keverve buzadarával, vízzel, sóval, szóval minden van már benne, de azt újra használom, 50 szerve, most minek dobjam ki, ez teljesen jó. És akkor, de az a föld az úgy készült, hogy azt, mikor a mi a Legónak csináltam egy ilyen uh, mikrofájteres sorozatot, és oda kellett ilyen ilyen föld. És lementem, és szedtem néhány uh, ilyen bödörrel, de akkor még az nedves volt, és ez nekem nem volt jó. Úgyhogy fogtam, és egy OSB lapra a lépcsőházba kiraktam, <laughs> ilyen csíkokba, nem azért, ő csak szárítani, és utána hajnal kettőm, hogy kimentem, és így kicsit kapirgáltam, tudod, így, így kapáltam kicsit, hogy forgattam a fölött, és már volt, kinyitották, hogy kussaj, már aludni akarunk, és jó, bocs, 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 kapáltam az OSB lapot, szépen kiszáradt, aztán azóta azt használom. <laughs> azt egyszer begyűjtettem, és most már az forog folyamatosan a képeknél. Nyilván mindig van egy kis veszteség, de elmegy. Hát de említetted a hót, hogy búzodra meg stb. Hát ezekre általában nincs ilyen kész recept, gondolom. Azt nincs. Így ki kell kísérletezni. Persze, persze, abszolút. Mi meg... az, amit a legnehezebb megtalálni? Ma mi volt az, amit a legnehezebben állítottál elő? Amivel már... sokat szenvedtél, hogy az képen úgy nézzen ki, tök nem az, de képe mondjuk úgy nézzen ki. Ja, hogy már, mint hogy hozzá. Valami, an valami, valami anyag, amit meg kellett csinálni. Hát például mondjuk a legutóbbi Mandalorian ilyen képnél, amikor az a. Ó, az van. nagyon királyú. Na, néz ki. ott a háttérben, amilyen homokvárnak tűnik, az egy, az egy ilyen olyan anyagkáb, mint amiben tojásokat szokták tenni, vagy ez a törésálló, amiben belerakják mondjuk a kütyüket, tudod. Igen, ez, igen. Ez az igen, ilyen igen, ka kartonfölcsöntött papír. Igen. És ismerőség mondtak, hogy figyelj, ez nem kis Anyád, hát ez milyen díszlet, érted? Megmondjuk meg, tornyok, hát ez az, de kell. És akkor már láttad a szemeddel, hogy az életlenbe úgy fog hmm. kinézni, mint... Igen, igen, igen. És, az, és utána ezen a képen pontosan úgy sikerült használni, és tökéletes háttér volt. Csak azért kérdem, mert hogy emlékszem, hogy amikor Hitchcockot tanultunk a, a filmtörén, és akkor van a késes jelenet, Egyen, igen. A, a pszichó. Hú, és az, az, az a mai napig, tehát az, az, az a mester volt a csávó. Az, tehát... az, az csodálatos, mert hogy soha... így Popcorn a végül a trónok harcát, hogy berezik ki, ezzel meg összefosom magam, még mindig az Úgy, a... úgy, hogy soha nem ér hozzá a kés az emberhez. Igen. Tehát, hogy azt, ha valaki újra nézi, meg vagy foly, valaki folyt, nem látta... Le a... Na, és ezt akarom és mondani, most. hogy hogy ott a vér, az, azt így már nem fogom pontosan idézni, de az valamilyen, nem tudom milyen csoki szirúp, meg nem tudom micsoda, mert hogy mert hogy ott jöttek rá, hogy ahhoz, hogy az a képen, a vásznon vér állagú, meg vér sűrűségű, meg vér színű legyen, ahhoz nem pont olyannak kell lennie, mint a valóságban, uh -huh. mert hogyha ott ott a rendes vért, hogy szereznél valahonnan vért, és azt így lefolyatnád, akkor nem azt a, a szint, meg nem azt az állagot látod a, a kamerán. Szinten, igen, meg nem azt az állagot látod a kamerán keresztül. Meg azért túl... mondjuk kár lenne megölni valakit. Hát, hogy... Uh, akkor legalább live action érted, akkor... Ó, jaj, jaj. Na, <laughs> Na figyelj, én hogy azért a... ugye szám, szám volt neked a sorozatod, az Apollo, ugye? Igen, és igazából még nagyon sok más ilyen külföldi... Uh, Megjelenés volt. Igen, tehát hogy ezt, ezt külföld nagyon szeretik például a, volt a Fox News-on, Independent UK, Petapixel, ilyeneken, és, és mert, mert például a, Skodás az nagyon nagyot futott, mert, mert egyszerűen érted, hogy még, ez még mindig újdonság, külföldön is, és annyira jó, és szerintem tehát az egész abból jön ki, hogy főleg ez a legóknál van, hogy látod, hogy játék, de basszus tök igazi, és ez annyira jó pofa, és tetszik az embereknek, hogy, hogy adott esetben vagy ők keresnek meg, vagy én mondjuk elküldöm valakinek, hogy tehát én iszlet sok idő meg energiám megy el az egész PR dologra, uh -huh. hogy hogy én beajánlom valahova, kirakjam, stb. energiád, ez a legjobb dolog a világon, hogy ezt tudod magadnak csinálni. Igen, igen, csak tényleg, téle, tényleg sok idő, meg nagyon sok levelezés, meg ilyenek, viszont nyilván kifizetődő, meg minden jó érzés, mikor megjelenik valahol. De, de ez mert nagyon jó klikbét, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy Például, hogyha csináltam volna azt a skodáshozatot igazi autókkal, kutyát nem érdekelte volna annyira, mert oké, szép képek, kész. Persze. De az, hogy azok 10 centis modellekkel készülték, és utána ott van a verkvidó, meg a verkép, az wow, mennyire érdekes. Uh -huh. és, és, és ezért szerintem ez, ez jó az oldalaknak is, a különböző portáloknak, mert egy, egy, egy érdekes kontent. Meg nincs belőle sok, tudod. És... Mentes mindenféle ilyen erőszaktól. Ez egyszerűen csak érdekes is. Elbögér, elbogarásza az ember, és azért rakok mindig hozzá verket, hogy egyrészt lássák, hogy tényleg. Nem fotós, hogy tényleg ott van, másrészt meg akkor esik le. Ezért most sokszor jobban viszik az emberek a fotóverk montást, mert uh -huh. akkor is. Ez tényleg azt a mindenit jól. Hát az apollósnál, ahogy megcsináltad a. A, a füstöt, vagy az vízgőz, vagy nem Fú, tudom az mi az, szívtam. az egészen elképesztő. Hogy, hogy hogy képen azt látja az ember, mert csak ránéz a képre, az elkészült képedre, hogy hát igen, ott a füst. Mert az agyad rögtön ezt igen, mondja, igen, rakéta, igen, rakéta, igen. rakéta aljából ott a füst, éppen száll föl, tök jó, aztán meg megnézi a verket, hogy az, mi, azt vattából vatta, kellett? Vatta, igenis, az volt építve. De hogy, de hogy tök nem volt mindegy, hogy hova építed a vattát, milyen igen. ívbe kanyarodik, még van a, emlékszem, hogy a... a magán a, az űrhajó testen is volt igen, igen egy az a, részen. I, 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 mert a, ugye amikor száll föl, akkor ott ilyen uh, jégleválás Megfagy. van. Tehát ott ilyen jégdarabok igen, igen, le róla. És, 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 ott az pont volt, hogy ilyen léjereket leszettem a vatt, nagyon finoman, és azt így végraktam, És az ráadásul ilyen kis darabos vatta volt, tehát még, a, még meg volt az az érzés, hogy, a, hogy, hogy, darabok hullanak le, de közben pára is, meg minden, úgyhogy az, 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 tökéletes volt hozzá. És pont az első fokozatról, ugye, mint a rendes képen, úgy ott van mellette. De az meddig szépen... készült? Fú, ez hát szerintem az is volt egy hét, mert ott rettenetesen sok próbakép volt. Tehát, hogy meg volt a fejembe ez a kép, és azt hittem, tök egyszerű lesz. Órá, és eredeti képen csak kék háttér, érted? Nem is kell semmi. Jó? <laughs> jó, be, ott a vad, tehát azt jó van hallott. Kettő perc, megoldjuk utána még kávézünk, vége, és még a sorozatomat is elérem. Aha, nem. Megépítve, tehát, a Mekkora ez, volt ez, az? Ez egy méteres rakéta. Aha. Tehát nagy. És ezt én már otthoni körülmények között nem tudom csinálni, de azért megpróbáltam. Meg, meg az, hogy fölragazgattam, vettem ilyen, ilyen zöld kartonokat, azt fölragazgattam mögé, hol van, tudod, akkor vagy bevilágítottam, akkor fölvittem gépre, megnéztem, hú, ez borzasztóan néz ki, nem jó, akkor volt, hogy az volt a te, akkor az, aznap este megcsinálom. Ja, hogy ez egy ilyen egyestés, gyors összedom, tényleg, azt hittem túlzol az előbb. Tehát ezt tényleg úgy gondoltad, hogy egy egyes tesztet össze fogod dobni? Igen, hogy ezt így, ezt így megcsinálom, tehát pedig pedig, pedig már... Pedig, hát nem minden... az első ilyen nagy igen, munkát pedig. És, és minden egyes sorozatban van egy olyan kép, ami egy ilyen nagyobb kifejezés sorozat, amikor kicsit túlvállalom magam, <laughs> gondolom, hogy ez hogy lesz, tökre nem úgy van, és akkor át kell gondolni mindent, és, és ezzel mindig tanulok valami újat. És akkor oké, hogy akkor én ezt megcsinálom, de addigra már eltelt, hogy három nap, mire megcsináltam ilyen próbaképeket, meg mindent, tehát az már nem tudom, hogy eddig próbálkozás volt. És én USB lapot föltettem az asztal fölé, ráragozgattam az, a zöld izéket, átraktam, bevilágítom, még a, akkor még a vattákat is fölraktam már, meg minden. És nézem, hajnali három volt. Jó, ja, ez egy kalapszar, stúdió elmentünk stúdióba, összeolajt minden, két óra alatt kész volt a kép, de az a durva, tehát ennek akkora setupja volt, ugye meg kellett emelni az egészet, meg ugye csak a, a, rakéta egy méteres. Ja, ja, meg azért volt hosszú, mert csináltam hozzá indítóállomást kartonból. Uh -huh. Na azt nem tudom, hány napig csináltam ezt, hogy vagdostam ki, ugye, és pont annyi szint, amennyi az igazinál volt, azt lefesteni mindent. Jézusom, ilyenekre is odafigyeltél? Nem volt, a, rakéta, a rakéta az nincs indító. Tavaly. Azt tudom, de nem. hogy konkrétan szépen meg ez eredeti képet tanulmányoztam és elkezdtett... és annyi szint volt benne, és, és ugy, 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 ugyan, ugyan, ugyanaz a rendszer, ez a háromszöges merevítő. Fú, amíg az elkészült. Na most, ja és azt meg kicsit túlméreteztem, tehát az kb. kétszer olyan vastag volt, mint a, a rakéta, és ez ilyen ekkora volt, az nagyobb volt, mint egy méter, mert ugye az fölé a tucznak. na és most ezt kellett berakni. A stúdióba is épp, hogy belefértem a végtenített rendes standard háttérbe, de és akkor ott meg építve, tök jó fel a stúdióvezető, minden, mert a képet, jaj, de úgyzé, segített, ott hozott bármit, amit kért, nagyon, nagyon jó fel volt, és akkor össze összeraktam a, a rá, rád, minden, és akkor tur és akkor utána még kb. egy hajnalőtig tartó utómunkázás, fénybeállítás, stb. És ugye a fények ott voltak, tehát meg volt alulról világítva az egész, hogy derengjen a tűz, meg ilyenek, csak akkor még például a, a kartonnak a sérülését azt eltüntettem, hogy szépen nézzen ki, a zöld hátteret azt behúztam kékre. Ugye nem lett háttércsere, csak a azt ot A Igen. zöld háttérben olyan szintű csinálsz, amit akarsz. Meg akkor mit ja, és, tört, és uh, volt ugyanolyan. Megnéztem, milyen kamerával készült akkor a kép, és ahhoz megfelelő zaj töltöttem. Wow. Tehát olyan zaj van a képre rárakva, ami ott akkor olyan kamerával, tehát az a film zaj. És akkor így fú, mocskos sok meló volt vele, elkészült. És utána volt elkészült, és utána még másnap még volt rajta valami kis javítás. És akkor hány, 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 körbe beszéled le mondjuk az újsággal, hogy ők mit szeretnének ebből leközölni? hát az, ez nem ez... egy rossz dolog, nem? Amikor így érdeklődnek a munkó nem, 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 az az, 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 nagyon jó. És ugye hát, amikor elkészült a sorozat, akkor már úgymond megvannak a képek, megvannak hozzá a egy kész anyag és igazából itt egy fotóügynökség talált meg, akiknek elküldtem a képet, és tőlük vették meg az, anyagot, és, és az jelent meg, igen. Csak olyan hosszú idő, még azt sem tudom, hogy mennyi lesz anyagilag a vége, hogy ez még meg még mindig nem kaptam tőlük. Ja, hogy ez annyira friss? Vagy, vagy csak lassan megy? Lassan megy. Tehát, hogy én hogy a kb. 3-6 hónapig tart, amire ők így ezt eljutnak oda, hogy akkor küldik neked, hogy igen, ez megtörtént, és utána visszaküld az ügynökségnek, hogy na, akkor kérem a pénzem. Még mindig nem tudom, pedig ez már volt tavaly ősz végén valahogy. És a Fox az ennek a kapcsán, vagy az teljesen az, független? Az, az a, Skoda volt, és az is egy fotóügynökségen keresztül, akik viszont átvertek, és azért nem kaptam egy petákat. Nem mondott komolyan. Eltűntek teljesen, és abból azóta se láttam semmit. Pedig azért ott, ott, volt még az Independent UK mellette, tehát az ezt nem mondod komolyan. De, Ez A, mert... nagy, a nagy világban ugyanúgy megy, mint kis világban. Mármint? Hát, mint itt mondjuk. Hát látod, teljesen eltűntek, nem tudtam elérni őket, majd megpróbálok írni a, a rendes oldalnak ugye a kapcsolattartót megkerülve, uh -huh, uh -huh. de hát már nem hiszem, hogy ma minden szóval, hogy... De basszus, hogyha érted, hogyha nemzetközileg ekkora, ekkorákat mennek a képeid, akkor itthon esetleg valakiben nem, nem akarna It... lenne annyi, hogy... Itt is, uh, itthon is vannak, tehát a, a HVG-n is szokott megjelenni, szeretlek Magyarországon index, is, hogy ott ugye a blog miatt össze van kapcsolva szeretik, meg nagyon sok helyen megjelenik. Az más okay, is. hogy sajtóban megjelenik, de érted, ott van a skodás sorozat. Miért nincs annyi esze mondjuk egy autó, autógyárnak, hogy akkor ő direkt be megkeres téged, hogy. Hát hmm. a, a Skoda egyébként ő megkeresett, tehát Aha. hogy ez, ez jó volt, mert ők írtak, tehát hogy ott az az, az ő kezdeményezés, tehát az nekik készült dedikáltan. Aztán utána beszéltem a Mercedes benzékkel is de abból mondták hogy jó észben tartják aztán majd lesz valami uh -huh. de hát úgy is fogok még irodogálni meg meg megkeresni őket szóval én, én, én nekem van, van, van bőr a képen úgyhogy ilyenkor simán megyek és írok és beállam szóval én nem várom addig hogy nem várok addig hogy valaki. De az, az 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 nagyon nagyon jól sikerült az hát azt, 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 nem is értettem, hogy föltettem föl a back videót, meg ilyenek, ugye kikerült Petapixelre, és így föl kell reggel, és így 12 ezer megtekintést, két napra raktam fel, és így beköptem a monitor, tudod, első szűrcsöt kávéval, hogy mi van, ez így elindult, és most ilyen 330 ezernél tart. Wow. Nekem a közelében nem volt még ilyen videó. Tehát, hogy ez, ezen én teljesen, teljesen ledöbbentek, és azt képzelem, hogy az összes komment van, van alatta, vagy 100-300, nem tudom összes pozitív meg minden, nincs egyszer, újszal, stb. Mentesen mindenféle ilyen toxikus hát meg, de azért ügyetlen. az leginkább a szakma nézi, nem? Hát ez bárki. Ez ez biztos is. a szakma is, de ez olyan, hogy ez, ez, ez bárkinek érdekes szerintem. Mert nyilván ahhoz, ez, hogy ez nem kell fotózni, hogy érdekel, hogy de jó pofa. Tehát, hogy itt, 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 nem, itt nem a, persze aki szakmailag tudja nézni, az jobban értékeli, meg több mindent lát, de aki, aki nem fotós, annak, annak, a a akkor is akkor is érdekes az, hogy basszus, itt van ez, ez a díszlet, ez a semmi, tehát, hogy és ezzel belőle azt a mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. ez Ez meg nem, nem kell tudni. Igen, a, szerintem az egyik legizgalmasabb a munkáid kapcsán az az, amikor amikor a verkben látszik ö, egy, egy tök más plámból az egész setup, És mennyire csalódást keltően. Nem, nem azt hogy csalódást keltően, hanem nézed a világítás és egy ilyen sima szobában te ott vagy, és mondjuk éppen el van kapva egy ilyen pillanat, hogy valamit beállítasz, mm tök nem azok a fények, stb. És akkor a következő meg mondjuk lehet, hogy egy ilyen alsó gépállásból látod már bevilágítva, füstözve, efektezve, minden is, azt mondod, hogy ki, ezt nem is gondoltam volna, hogy ez itt van. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez, és, és, és ez azért, azért sem, és mert ezeket a típusú dolgokat, mondjuk másoknál, vagy más témában, filmeknél én is nagyon-nagyon szeretem. Tehát ez, hogy amikor milyen jön ki belőle, ez kicsit olyan, mint amikor a, a bűvészt ugye mindig azért, hogy mi a trükk, mi a trükk. És ott nem árulják el, én igen. De hogy, de hogy kicsit ugyanez, hogy akkor ráncsuk le a leplet, ez, ez, ez akkor így készült. Van ez valami etalon ebből, ebből a szempontból, neked valami kedvenc? Mármint más tojfotós? Má más, nem, más fotós vagy filmes megoldás, ami, aminek megnézted a verkiét, és azt mondtad, hogy hát ez a világ legjobb ötlete, vagy... Ö, hát sokat néztem, meg ugye én nagyon sok ilyen, például Insta nagyon sok ilyen tojfotóst követek, meg mindent, uh -huh. ott is van egy ilyen kis hát nem mondom, hogy közösség, csak úgy vannak bizonyos aktív emberek, akikkel idő összefutsz, meg már ismerjük egymás munkáit, meg ilyenek. És és, és tényleg vannak ilyen nagyon jó pofa megoldások, meg úgy, hogy inspiráló. Inspirálódni dolog. is kell, meg ugye, mivel ez egy nem, nem kánonba emelt műfaj, és nincs rá szakiratom, meg semmi gondolom, azért technikát is jó megosztani persze, egymással, persze, meg persze. hogy megláthatod, hogy hú, ő ezt így csinálta, akkor ezt Igen, meg, én meg jó pofa, amikor csinálok valamit, és utána ezt visszaláltam másnál. Tehát, hogy ő, ő is autót csinálni, vagy vagy amikor én elkezdtem ezt, hogy előtt én nem nagyon láttam olyat, hogy megosztják a verket is, meg stb. Majd biz, biztos volt, aki azt csinálta, meg minden, de nem volt egy. És, és azoknak az embereknél, akikkel már nem tudom hány éve így követjük egymást, minden, most már ők se tesznek úgy fel, hogy ne legyen mellette verk. Tehát az látszott, hogy ez mennyire ennyi, érdekes mondjuk. Ügyhogy, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, nagyon érdekes. Meg, meg például, amit én másnál láttam, hogy van egy atmoszféra spray, uh -huh. amit így befújsz, amit például a csillagrombolónál is láttál. Igen. Na, azt például másoknál láttam. És akkor írtam a cégnek, hogy hello, 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 ezt meg ezt meg csinálom, küldjetek már nekem cuccot. És és, 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 nem tudom, a második package kaptam tőlük, és egy nem tudom, hat ilyen atmoszféra És ennek ez a neve, hogy atmoszféra igen, spray. igen, és ez kifejezetten fotózás, az filmeket, és nem hiszed el, de itt kettőt benyomsz, stúdióba, tehát simán ember léptékben befüstölsz vele egy területet. Uh -huh, Használtuk uh -huh. is, iszonyatosan jó, szabadtéren ráadásul. Megugoltam, hogy a modell mögé, így mint a izé, tudtál, hogy két oldali nyomtam ki a cuccot, és naplemente volt, és jött át a fény a romb között, és olyan, olyan sugarak, meg olyan végen volt. Úgyhogy ez, 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 egy, nagyon jó dolog. És, na, és ezt például ugye másnál láttam. Nagyon fontos kérdés. Analóg versus digitál. Te tanultál analóg fotót? Uh -huh. Igen, én, én még, én még, én még uh, fotóztam is ilyen lyukkamerával, lyuk mivel cipő, nem cipős dobozzal várjál, mi volt? De teás dobozzal, rizeltem mindig, ugyanúgy, hogy ki volt lyukasztva, benne a fotópapír, uh, akkor ugyanúgy analóg géppel volt sorozat, középformátum momiával, vagy stúdióban, onnan például lett egy, porcsa, egy portra, amit nagyon szeretek, és azt az is a feltem ott. Ja, és ott az új volt, hogy ezt, ott volt a film, azt mi hívtuk elő, mi nagyítottuk le. Sőt, előhívni filmet? Mm -hmm. Wow. Ugye, ugye, fú, milyen... Az még, jó? Még van, van, egy, van, egy, feeling, de utána olyan fixír, meghívva minden szakadni, és ott ebbe a sötét szobába bemész, és ott te nem látsz semmit, de, de, van egy feeling, és ez, aki, aki tényleg úgy kicsit a fotográfiát, ugye, tehát hogy nem csak azt, hogy most akkor képen is, hanem úgy tényleg szeretné érteni a feelinget, azt ezt ki kell próbálni. Tehát ezt, ezt érezni kell, mi amikor hogy te lődj, benne a képet, és mint egy varázsra tűnik elő a, a, kép a, a, a hívóba. Tehát nem hiszed el. Ja, és akkor persze tudod, igen, és rohadtul nem látsz semmit a pirosban, tehát minden sötétebbnek tűnik, és nézed, és hú, ez már jó, és akkor gyors át kell a lemosson és akkor fixír. Ha túl hamar teszed át, akkor alul exponált lesz, ha uh -huh. meg túl, akkor befeketedik az egész. Jézusom! És, így, és akkor így, hú, hány ilyen, van, tíz ilyen papírod megy a izé, nem jó, újra, vissza, összekevered, kitöltöd, akkor a nagyításnál is tudod, és akkor mondjuk... Nem is tudom, hogy hogy kell nagyítani analógban. Ar arra van egy ilyen külön gép, beteszed a, beteszed a filmet, Igen? a filmkockát, azot átvilágítja, és gyakorlatilag ott a, az alatt lévő fotópapírra világítod rá a filmet, Aha. és akkor ugye kb. meg is kapod a pozitívat, és, és utána azt hívod elő. Tehát gyakorlatilag exponálsz rá még egyszer, tehát ugy, ugyanúgy exponálsz a képre, és akkor például, hogyha olyan az expo, akkor még elkezdett kitakargatni, hogy ide most kicsit kevesebb fény, akkor kartonból kivágott kis maszk, mint a Photoshopban a maszk, tehát tényleges maszk, és fogod, és oda tartod, ide, akkor most kevesebb fényt engedünk, jó, akkor most ide kicsit izét, meg betartod, és ugyanúgy szarakod, és akkor kaptál egy fehér papírt, és akkor rágad a körvet, hogy hogy jön elő, meg meddig hagyjad, akkor rakjad át, meg minden, és akkor jó, most le, meg különben hívódik tovább, és elcsesződik, és fú iszonyat, és is. akkor tudod már, az én még vigyázol, hogy ne azt a utána idáig hívós, meg fixíres, vagy mindegy, akkor rámegy a gatyádra, azt megmarja, azt Tehát nem egy egyszerű, de, 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 de feelinges, és ezt, ezt, át kell jenni, mert, mert valahol ez a fotográfiának a, az alapja, meg, meg uh, fotóztunk nagy fa kamerával, tudod, ez a között. Igen, igen, szint, igen. Úgyhogy... az biztos, hogy jobban tudja az ember utána értékelni mondjuk a Photoshop adta gyorsaságot. Hát meg azt, hogy végtelen filmed van. Na ez a másik, ami, hát ami gondolkozni szoktam, ezt hogy... Ezt benyögöd egy ilyen szeg, vagy valakinek is így... Hogy, igen, hogy manapság azért tud mindenki tök jó fotókat csinálni, és hogy nem azt mondom, hogy, hogy egy, egy Tényleg egy teljesen átlagember ember nem tudna egy tökéletes fényképet csinálni. Nem azért csinálja a tökéletes fényképet, hogy milyen jó szeme van hozzá, hanem mert csinál 97-et ugyanarról egymás után, és, és so lehet, hogy a 97 hetedik az jó igen. lett. Pont fényben, pont úgy tartotta, pont izé, nem tudom, lehet, hogy a mondjuk a telefonja nem is nyúlt bele annyira, hogy nem cseszte szét HDR-rel, meg nem, nem, nem húzta be úgy a saját... Ö, hogy mondjam, retusáló szoftver, hogy, hogy az annyira műnek tűnjön, és azt mondod, hogy hú, de jó sikerült, és utána belegondolsz, hogy aha, ezt próbál már meg megcsinálni, mit tudom én, 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt, úgyhogy volt 24 képkockád, Igen, és, és hogy nem volt. tudtad rögtön megnézni, hogy Igen? jó lett vagy nem. És hanem... két hetet csomó pénzről, hogy az összes szar. <laughs> Igen, tehát hogy, hogy engem fotóztak pont egy évvel ezelőtt. Ö, ö, kedves barátom, Endre, színész, ö, és ő, ő hobbival elkezdett analóggal fotózni a papendre és, és az Endre úgy fotózott már engem kint, hogy így mondta, hogy aha, ez az a gép, ez az a gép, ez az a gép, ebben ilyen film van, ebben olyan film van, és akkor így, én láttam, hogy így néz, izé, aha, aha, itt ilyen fényerősség, izé, izé, és tudta már szemre, mert Igen. már annyit fotózott, Igen. tudtad szemre, hogy hogy kell belülni a gépet, és tök jó lettek a fotók, de hogy amikor az embernek megvan ez a, a tudása, az, az szerintem elengedhetetlen. Vagy Milyen? már szemre tud, és ez... Ez rákényszerít te... arra, hogy átnézze a képet széltől szélig a komponálás, meg stb., de csak kattogtas. És ezt akarom mondani, hogy hogy ez azért olyan szinten meg áttevődik már a digitális világban is, hogy amikor például én nyártam sokat egy lakáséterembe kaja fotózni, uh -huh. ismertem a környezetet, tudtam, hogy mennyi fény van, és pontosan tudtam, hogy ha én azt a tányért le akarom fotózni, akkor izóba mi az alja, mi a teteje, rekeszbe mi az alja, mi a teteje, sátörbe mi az alja, mi a teteje, igen. és már nem úgy állítottam, tudod, hogy ez a, a, akkor most fotózok egyet, ezt megnézem, hogy jó lesz, hanem már tudtam, már értékek, hogy, hogy pontosan tudtam, hogy aha, nyitok, nyitok, zárok, izé, izó, tbs, igen. következő pompé. Ez, ez a rutin, igen, és ez, és ez kell bele. És alapvetően ugye digitális is úgy érdemes fotózni, hogy ott helyben megcsinálod, tehát, hogy, hogy, hogy nem az, hogy cutting az össze-vissza, hanem tényleg legkevesebb igyekszel ott helyben megcsinálni. Viszont sokszor meg ugye pont a rettenetes szabadság miatt, és most ez alatt nem azt értem, hogy 500 ezeret tudsz kattintani, hanem azt, hogy olyan hihetetlen dolgokat tudsz visszaszedni a róból például. Tehát amikor egy matta fekete képből kihúztuk teljesen jó szitat. hogy tehát, hogy nagyon-nagyon biztonságos ez a rófotózás. Tehát, hogyha elcseszel valamit, alul exponat, túl exponálod, túl akkor még mindig menthető. Tehát azért ez kényelmessé tesz. Mondjuk, például pont ezért, mondjuk tájfotónál, ahol mondjuk nagy kontrasztozott, fényes az ég, sötét ezer éter hasonló klasszikus cuccok, akkor például én már sokszor nem végleges képet lövök, hanem nyersanyagot. Ja, tudod, hogy mi az a kb középérték, amiből... Igen, vagy, vagy direkt csinálok mondjuk egy sötétebbet, csinálok egy különleges a cuccokat, és utána a gépen ez egybe kerül. Nem uh -huh. olyan ocsoltány HDR-ré, hanem egy normálisan finoman összerakott cucca, de egy nagyobb dinamika tartományba. Tehát, hogy van, amikor, amikor már meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk nem kézképet, hanem nyersanyagot fotózol. És például ez benne, ez például a tojfotóban is így van, hogy ott megcsinálok mindent a gép előtt, tehát fröccsen, lobban, és be is van világítva az egész. Tehát tényleg, tehát az úgy jön a fény, azok úgy tudsz mit csinálni, az ott be kell világítani, nem tudsz mit csinálni. De mondjuk, de mondjuk a, a, a nyers kép azok nem néz ki olyan jól, fletesebb, jóval és utána arra azt kapja meg a color gradinget, és utána kapja meg azt a, azt a, filmes kinézetet. De ezt igazából nem tudod megcsinálni, mert ez azt kell, hogy sokszor szeparáltan nyúj egy-egy képterülethez. Hogy most abból kicsit visszaveszek, szeget elsötítítem, ez kicsit erőre jön, luminizatív, stb. Mm -hmm. ezek órák elmennek, de, de nyersanyagot csinálsz, és utána a gépen kapja meg azt a fajta atmoszférát, azt a fényelést, amitől végül olyan filmes kinézete van, amit egyébként nagyon szeretek ezekbe a képekbe, és ettől működik, és ettől élethű, hogy alapvetően van egy filmes kinézete, nem pedig egy ilyen, tehát az nagyon meglehet ez a, nem is tudom elmondani, de van ez a nyers szín. Amikor van egy kép, és úgy érzed, hogy ez, hogy ez ilyen fotó, ez ilyen nyers, meg stb. De megkapja ezt a szép color és az egész összeáll, és ja már megkapja a mélységet, meg stb. Hát figyelj, nem véletlen említettem a szárnyos fejvadászt. Tehát, hogy, hogy megnéz van. valaki egy verket tőled, és azonnal, a, mondom, csodálatos szerintem, ami mindkét szárnyos fejvadászban ilyen atmoszféra igen. szinten megjelenik, Nagyon és azok ott vannak, a, ott vannak a, a képeidben, és nem ez a, ez a, hát ez egy fotó, és olyan kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen sterilen nyersnek érzi igen, az meg, mert nem ez van. Igen, színük meg minden, és, és ugye nem, nem kell mindig a, a színhűséghez ragaszkodni persze van az a műfaj report, vagy ilyenek, amikor, amikor de. Hát, a, 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 de, bose, hát az a dokumentarista igen, műfaj, amikor de, nem változtatsz. Igen, de ezeknél, hogyha téli képet csinálok, mondjuk, akkor mindenképpen elhozom kékesbe. Hiába nem olyan. Menjen kékesbe, mert az a téli feeling, az a hideg. Hogyha nyári vagy valami, akkor elhúzom narancsosba, vagy Tehát ez, 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 ez attól függ, vagy kap kicsit más kicsit zöldesbe. Például a, a klasszikus filmgrading, az egy kicsit ez a zöldes. Nem annyira durva, mint a Matrixba, de, de van ez a mint például a Harry Potterben, vagy valami ez a kicsit desaturált és zöldes tónusú. Az, az, az például egy klasszikus filmes grinding. az nagyon, nagyon sok helyen látom, és hogy ilyen képen, akkor az rögtön cinematikus kicsit, tudod. Uh -huh. Te, tehát, tehát, hogy ilyenek is ez, és ez nagyon jó tesz egy képre. Szaptál magadnak valamiféle ilyen elméleti határt, hogy mi az, ameddig te bele nyúlhatsz a képben. Uh -huh. Mert szerintem ez tök fontos az embernek letisztázni magában, hogy összeállítottam itt a terepasztalon, itt a jelenet, és mi az, amire azt mondod, hogy basszus, ez csak akkor lesz jó. Az én saját sztenderdjeim szerint, ha ezt még úgy megoldom, hogy a terepasztalon vagy, azt is tudnod kell, hogy igen, az ott mondjuk egy picit nem úgy néz ki, hogy akarom, de az mondjuk nincs fókuszban, az, az nem a hangsúlyos rész, és azt mondom, hogy abban merek majd egy kicsit javítani. Igazából a lényeg rá is tapintottál, a lényeg az, hogy én azt mondom ezeknél a képeknél, hogy minden lényeges, és tehát ami, ami a, ami, a, képnek a lényegét adja mindig, a, a dinamika, vagy valami, az, az, mindig valós. És alapvetően az az alapvetés, hogy mindent megcsinálni kamera előtt. De végül is mégis csak a fotó a kész termék, és annak kell jó kinéznie, tehát adott esetben ez alá rendelem, és van, hogy kompromisszum, tehát például amikor az autóknak a fényszórójának világítania kell, nincs mese. Akkor ott azt utólag rárakom a fényt az autó fényszóróra, uh -huh. mert, mert, mert az ott kell, vagy a fénykardok, érted? Igen. Vagy amikor van a Stranger Things-es képem, amikor ott a Jim meg a Joyce keresi üzénél. És ott ugye kell csóva. a Fénycsóva fény... a Jeblem. Igen, ugye. de hát, de hát nem, nem tudok oda belerakni a ledet, meg az nagyon-nagyon az erős kell, azt, azt oda raktam. De pont ezért, mivel én mindig azt mind ugye a képeknél mindig azt reklámozom, hogy ez ott történt, ez igazi, meg stb. És hogy senki ne érezzen majd átverve, meg hogy nem sumálkozók, hogyha van benne a képbe, akkor azt mindig odaírom. Uh -huh. Tehát, hogy pont ezért, hogy tudják, hogy amire én azt mondom, hogy valós, az tényleg az, lehet nekem hinni, és ne kelljen nézni, bajon, ez vajon, ez vajon igazi vagy nem, nem, hogyha valami bele van nyúlva, vagy mondjuk a headshotnál a vér, most nem tudok vért csinálni, ott azt, azt oda kellett rakni. Uh -huh. Meg a, mit tudom én, a lézerlövedék, tehát ilyeneket nem tudsz elkerülni, de ezt ilyenkor mindig odaírom, hogy ez, meg ez a rész, ez, ez, ez utólag van rajta. De például a skodás képnél van egy olyan kettő is, amikor bemozdul a háttér, nem tudom, azt láttad-e? Azt nem. Köszönjük, nem leszek. Megmutatom csak, hogy értsed. Egyébként, addig meg megragadom az alkalmat, arra vonatkozólag, hogy természetesen a videó alatt ott lesz minden elérhetőséged. Ugye neked van egy blogod, ö, illetve van az Instád, ez a kettő, ez a kettő legfontosabb platformod? Vagy volt ö, az, a, mi nem, az a... YouTube, Facebook és az Insta. A, a blog oda igazából egy ilyen összeforuló cikk kikerülni egy-egy projektről. Azt úgy is meg szoktam osztani ezeken a platformokon, de ott nincs olyan gyakori kontent, uh -huh. arra egyszerűen már nincs külön időm, hogy még mindentől függetlenül még, még cikkeket írjak. A, a Facebook, a fix az a Legónak. Ezt akarom mondani, hogy azért, eligaz, azért nehéz eligazodni a munkáidba, mert vagy te uh, Lampert Benedek, de vagy te Aquila fotó, és vagy te fix fotó, és is, és ez a három dolog, ez Igen. ugyanúgy te vagy, és hogy YouTube-on ez a neved, Instán ez a neved, a blogodnak meg a harmadik, szóval... Mert, mert úgy van, hogy először indult ez azt majd mutatom később. Szóval ez úgy indult tesz, hogy Aquila a néven, ugye az Aquila alattról modernizés, madárizés, stb. minden jött. És akkor indult, ugye a Youtube az Aquila, a blog az Aquila, és van a Facebook is, ami Aquila fotóblog szintén, ugyanaz. Én csak téged követlek, basszus. Azt hiszem, húha, már most lelepleződtem. Nem, 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 uh, Instán. Instán. Igen, de ott, 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 az a Benedek, az oké. Okay. Benedek az oké. Okay. Ja, azt hittem, hogy ott is van Aquila. Nem, 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 nem. Tehát uh, Akkor a, a, YouTube, a blog és egy Facebook oldal, ami Aquila. Igen. Ez, 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 a, ez a minden fotó, tájfotó, portré, stb. De mivel a tojfotóban nagyon sok anyag van, és nagyon különböző, ezért annak csináltam egy külön oldalt, az a fix fam igen, igen. De ez csak, ez, ez, csak Facebookon van. Tehát Facebookon van csak fix Photos, és Instán a Benedek Lampert, ott ugye már áttevődött kicsit hangsúly itt is a, a tojfotóra, és azért adtam meg nevet, mert kicsit könnyen megjegyezni, meg mégis passzol hozzá. Ezt most itt indítottam egy Westin nevű utazós oldal, de, 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 azért az elején van, tehát igazából ez a lényeg, hogy alapvetően az, az alap dolog az az Aquila, azon fut ugye három dolog, és erre van a plusz a fotóz. Az meg csak, az meg csak Facebookon. És akkor ez itt, ez de Instádon van egy kép, csak hogyha valaki majd megnézi a beszélgetéshez. De, hogy itt van Egy dátumot mondunk hozzá, ez az a kép, ami már 2019. március 12-én került ki. Skodás hozott, hogy itt ugye azt látod, hogy bemozdul az út. Meg igen, a következő igen, igen, következő. igen, igen, igen. Na, és, és ugye ezt azt mondja az ember, hogy ez az utólag motion blur ebben van cuccolva, de nem, hanem le van az autó és az egész egy mozgó díszlet, ami el lett alatta tolva. Ó! Oh. Az út forgatta vissza a kereket, meg minden. Tehát itt most nem az autó a fix, és minden más mozog. De hogy például ezt is meg lehetett volna csinálni utólag. De. De de azt mondom, hogy nem, ezt oldjuk meg így, mert ez mekkora bravúr lenne. És ugye marha jól néz ki, biztos, hogy, jó, hogy reális, tehát nincs olyan, hogy az ember maszka vagy valamivel elrontja, mert semmi nem lehet életűbb a valóságnál. Uh -huh. És. És, 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 ez milyen marha érdekes külön. Tehát, hogy például ezt is, amit, tehát tényleg amit lehet, azt megcsinálom kamerára, és, és azoknál van eltérés, ami, am, am, amit már egyszerűen nem lehet. Wow. Figyelj, annyi tudsz beszélni a fotózásról, hogy nem is tudom elképzelni, hogy mi az, amikor te nem fotózol, csinálsz egyáltalán bármit, ami nem a fotózásra kapcsolatos? Alszom. De mi fér még bele az ember életében? Azért egy jó csak a pufinad nekem Neked erőt és mindent lebíró akaratot pólóba jöttél. Ja, persze, a Buds az... az örök kedvenc. Igen? Igen, és például ehhez van egy nagyon jó sztori, ugye biztos megvan az a fa is dolog, amikor itt lefújták a Buds igen, igen igen, Na, igen, igen, igen. És igen. Igen. akkor pont, a, amikor kitört ez, a, ez az egész, akkor én pont a súlyba ültem benne a, a daily és ugye ez akkor már húzódott pár napja, és akkor ott pont valami Photoshop óránk volt, vagy stb., és, és ugye néztem Facebookon, hogy, hogy ott a csoportban, hogy mennek a kommentek, hogy fú, le van, hogy valamit csináljunk gyerekek. Volt, aki oda ment és elkezdte visszatapogatni, és akkor beszéltünk pár, oké, okay, kimegyünk ezt itt most, visszavágunk, ezt nem lehet hagyni. Megbeszéltük a dolgot, elkérezkedtem a suliból, bevettem, bementem, vettem hippót, egy stb. -t és kihúztam a filatorigáthoz, és akkor ott voltak a csoportból páran többen, és elkezdtük, elkezdtük rekonstruálni a, uh -huh. a, a festményt, visszatapogatni az egészet, akkor kijött a tévé, meg minden volt, és, és, és az, hogy én nem, nem szeretem az nem csapatjátékos vagyok, nem szeretem az ilyet, amikor van egy, van egy közös cél, és tök ismeretlenek emberek egy cél mentén összeszerveződnek, és, és megbosszuljuk ezt, mert az volt a baj, ugye, hogy, ha valaki ráfest, hogy akármilyen másik ugyan igényes, senki nem mond semmit. Az a baj, hogy az ott egy érték, az ott arról szólt, hogy bennünk kicseszni, hogy felbosszantani a baszenszalajokat, az nem egy alkotás volt az alkotáson, hanem az egyszerűen egy fricska. Uh -huh, uh -huh. Hát és tudod ezt. És kimentünk, és akkor és gyakorlatilag az egész fejét visszaszedtük. Uh -huh. Persze nem lett olyan, mint volt, hogy ne, de, de újra ott volt, és, és utána felírtuk grafitivel mellette, hogy hogy mi is volt, várja, hogy te mondd, hogy az emlékfala, te <laughs> és, és az hatalmas, utána kiraktuk ezt csoportba, és és és, és, ú, és, volt, és jöttek a cikkek róla utána, mindenhol ez, ez ment. Az volt a Blick címlapján, mikor rajta right voltunk, hogy szedtük le a cuccot, és az írva, hogy Bud Spencer miatt háborúznak a graffitisek. Ti <laughs> mind de, graffitisek. De, Igen, de, de, ott majd beszéltek, hogy még nincs nemzetközi konfliktus. Tehát egy kicsit volt ebben, egy picit így megtolva, de az, az hatalmas élmény volt, hogy ott a, annak a, annak a rész, részese voltunk, és szedtük le, és visszaszedtük az arcát, és, és hat, hatalmas élmény volt. Hát ez tök jó, hogy megcsináltátok már, hogy esküszöm rossz belegondolni abba, hogy tényleg ki az, akinek eszébe juthat lefújni, csak mert ha, ha valamiben ez az egész ország meg tud egyezni, az, az egyetlen egy téma, szerintem a Földön egyetlen egy olyan téma van, amiben minden magyar egyetért, hogy a Bud Spencer, Bud Spencer Hill filmek, Igen. azok Ugyan, mint a Lego, ezen nőtt fel mindenki. Igen. Ez egy sérthetetlen dolog. Pontosan. És, és, és pontosan ezért, ezért voltunk felbosszantva, mert ez, mert ez itt most egy egyértelmű fricska volt nekünk, ez, ez csak a rombolásról szólt. Uh -huh. Senki egy szót, jó persze nyilván mindenki sajnálta volna, de hogyha oda kerül egy másik komoly mű a helyére, semmi nincsen. Mert graffiti fal, hát az is csoda, hogy eddig fönnmaradt, ott fontosan váltogat, és, ja, hát ez benne van. De itt ez arról szólt, hogy akkor most jó, megmutatjuk, lefújjuk feketével, ráírunk valami elcseszett izé, francia művész szöveget, mert még azt is rosszul írta. <laughs> úgyhogy, úgyhogy és, 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 kimentünk, és, és visszavágtunk. Azt tudtam, persze még lehet és vége volt az egésznek, de, de ott, ott az egy jó érzés volt, visszavágtunk, ott megmutattuk, és, és ezzel kapcsolatban az emberek összeértek, és, és megcsináltak a őrült jó volt. Mi az, ami neked fotósként hiányzik a, a szakmai bakancs Ami nem azt mondom, hogy jaj, életem végig csak egyszer, hanem amiről úgy gondolod, hogy tök jó lenne beletanulni, átélni, alkalmazni, kipróbálni bármi, hogy utána azt téged tovább építsen. Hú, hát ilyenből, ilyenből több is van. Tehát azért, azért én a mai napig tanulom ezt az egészet, és még mindig csak inkább az utat, tehát a tollfotóban és még úristen, mert mindent kell ay, 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 Értem. Én szeretem ezt, amikor az ember mentegeti magát. Egy másodpercig se úgy beszélsz erről, mintha ezt már tudnád. Tehát ez tök világos, meg szerintem nagyon szimpatikus is, hogy azt mondod, meg, hogy meg, meg csak nem. tanulgatod, de hogy nyilván látod, hogy mi az a következő lépés, igen, ami, igen. amit szeretnél, kipróbálnál, tudod, hogy be tudnád építeni. Biztos, hogy sok van, tehát gondolom, hogy a fotózás összes területébe belenézné, de mi az, ami először esztetbe jut? Mi az, ami, ami most a leginkább furdalja a kíváncsiság, a lelkiismeret, a kíváncsiság, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Mármint, hogy, hogy mondjuk milyen más uh, fotós műfajba kóstolni. Akár, benne? vagy milyen technológiát, vagy technikát próbálnál ki, ami, amihez eddig mondjuk nem volt uh, lehetőség. Hát, amit egyszerű mindenképp kipróbálnék, az például nagy formátumú digitális kamera. Tehát vagy, vagy akár csak egy középformátumú. ugye? A digitálisban a nagy formátum az, az gyakorlatilag a háború űrtárcsával. Jó, nyilván ezeket az ember nem megveszi, kipróbálja. De miért egy eredre vagy egy arrira gondolnál, hogy csinálnál vele valamit? Ö, nem, hanem igazából arra lennék kíváncsi, hogy, hogy akár most csak egy középformátum, egy fázlán vagy valami, hogy az a, az a, az a léptékváltás, hogy oké, okay, full frame, meg ez, de ott valami olyan részletet, hogy az a, az a Tudom, hogy benne is így, így, kinyílik az egész, és annak a feldolgozását, hogy mit lehet. Tehát, hogy, és az például egy, egy profi mellett ott egy olyannak a kidolgozását, vagy ezt az, ezt az egészet, meg, meg én nem vagyok egy portrés, meg ilyen műtermi modellfotós, meg ilyenek, de de ugyanakkor az egy nagyon-nagyon rettenetesen nehéz műfajta. tehát hogy, és, és nem azon a ponton, hogy most ki legyen nagyjából világítva, mert ugye tényleg sokan nem belegondolt, persze, oda rakod egy kajdóvilájt, alulról, fölülről kész, jó az egész, nem engem, nem az érdekel, hanem azt megtanulni, hogy úgy bánni a fényekkel, amikor olyan fényárnyék hogy csinál egy arcon, vagy vagy, 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 egy egész modellen a háttérre, tehát, hogy az a boszorkányos manipuláció a fényekkel portréba. Tehát ami, ami, mondjuk, ami mondjuk, megy egy díszletbevilágításnál úgy, hogy akarom, az, az rettenetesen nehéz egy, egy arcon, mert az arc nagyon érzékeny. Picit máshol van egy árnyék, már borul az egész. Tehát, hogy hogy, hogy ezt, ezt a stúdióba, ezt a fajta ö, profi részt akkor... És ahhoz ugye meg kell tudni bánni az alanyjal is. Mert Azt, hogy egy figurát, a igen, ha az, az instruálás. Az az a... instruálás, igaz, instruálás. igen, az Én a Peter Lindbergnek nézem mindig az instáját, szegény, ugye meghalt, és egy fantasztikus portréfotós volt, és amit, amit én, amikor, amit először meglátok így abszolút laikusként egy portréfoton, hogy mi az, amikor rohadtul modoros az egész. Igen rosszul van bevilágítva, vagy jól van bevilágítva, de nagyon rossz a, az ember által mutatott igen, pozíció, kompozíció, kompozíció stb. És azt, ki hogy kihozja a modellbe az őszinteséget. És pontosan, amikor, amikor egy, egy, egy fotoművész eléri azt, az, az, azért nagyon kemény meg Igen, igen. igen. Na, na, ez, 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 az a szint, ami tényleg az van, hogy amikor... És, és, és ehhez, ehhez meg ugye kell egy kis érzék is. Ez, ez, nem teljesen tanulható az, hogy hogy bánsz. Tehát ez, ez, itt, nagyon sok számít az empatikusan, kommunikáció, stb. Ez, 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 ez nem fotótechnika. Ez maximum úgy, hogy mondjuk, hogy azt megtanulni, hogy a kommunikációt hogy fordítsd a fotózáshoz. Akkor ami, ami, ami kicsit egyszerűbb, meg úgymond menne egyedül is, hogy egy sarki fény, Uh -huh. Tehát, hogy egy ilyen, mert, mert, amikor jöttem az Amerikából, akkor elkaptam egy replőről végignézni Grönland felett, az állat volt, meg van a kép, meg minden, de az olyan, hogy van képem, oké. Okay. De, de úgy tájba, benne, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen sarki fényes akkor, akkor mondjuk egy ilyen street mondjuk New Yorkba, vagy valami nagyon forgalmas városba, ahol mész, és folyamatosan történik valami, annyira tömény, tízszeresen mondjuk, vagy 80 szoros a Budapestnek, és, 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 ott semmi más nem csinálni, berakni még egy füles vagy még azt se, és csak, és csak lófrálni. Vinni, csak, csak menni, amerre éppen látsz, csak követni egy pillanatot, csak, csak utána menni, és nem törődni semmivel, csak úgy egyszerűen bolyongani össze-vissza, és csak a pillanatra figyelni. Ö, vagy, vagy mondjuk vagy mondjuk félig kilógni egy repülőből, és még úgy fotózni egy elsőt, tudod, hogy egy ilyen, egy ilyen uh, sima, ki van nyitva az ablak, vagy helikopter valami, és akkor kiúsz be és akkor onnan fölül, fölülről fotózni. Nem azt szeretem, hogy úgy, van valami fotózás, hogy ilyen kaland mögötte, tudod. Tehát nem csak az, hogy leállsz és izé, hanem közben küzdesz, hogy valami. Uh... Akkor nem vagy egy félős gyerek. Nem, én ezeket nagyon szeretem, vagy, 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 akár egy ilyen kutatócsoport elmenni egy ilyen sarki expedíció, és azt ott végig dokumentálni, vagy ilyenek. Szóval, szóval sok, sok minden nagyon sok mindent kipróbálnék, csak hát nem mindegyik rá. Hát jó, de tök fiatal vagy, úgyhogy igazából ez hát még mind lehet, ebben a sorrendben is akár. Igen, csak ugye ez, ez is olyan, hogy, hogy egyik sem olyan igazából, hogy úgy, jó, most ezt csináljuk, azt csináljuk tehát hogy ugye benne kell lenni egy bizonyos közegben, kellenek kapcsolatok el, és, és ez ugye kiépíteni, ez, ez, ez nagyon, nagyon sok, tehát hogy... Szóval is lát, hogy mondjuk most egy bizonyos téma van egy egész jó kapcsolat, például mondjuk ebben a logba, legos, tudom hova fordulni, kihez, izé, kell valami, stb. Na de hát ez is mennyi idő. És akkor ezt mondjuk meg lehet csinálni itthon. De ami mondjuk már ilyen téma, akkor szóval, hogy, hogy itt, ne, itt nem csak az, hogy most az a elmész és ott vagy, és izé, hanem az vezető út is. Szóval, hogy mm -hmm. ezek, ezek, ezek minden olyan egyszerűek, de hát majd egyszer meglátjuk. Lehet-e spoilerezni egy picit, hogy mi lesz a következő? Most dolgozom egy ilyen a Mandalori sorozaton. Igen, abból még csak két kép van. Az ugye nem legóval van, hanem ilyen rendes, ilyen emberalányú figurával. Egyébként teljesen más lehetőségek vannak benne, meg az a tényleg olyan fotókat lehet csinálni, hogy KBS-irányézés, azt hiszem, hogy egy Egyébként teljesen úgy néz ki. Tehát, hogy ezért érdekes, meg ugye nyilván a beállítás, figura beállításból több lehetőség van, jobb dinamikát lehet elérni. Akkor hát van egy rettenetesen nagy projekt, aminél egyelőre még csak ott tartok, hogy egy hónapig építettem a díszletét. Atya És még nincs teljesen kész, és igazából csak vázlatképek vannak. Western téma. Aha. Ebből így nagyon sokat nem, többet nem arról. Ne, nem, nem de, nem de de hogyha, hogyha, az egyszer elkészül, és itt most nem csak, és itt most nem olyan kell gondolni, hogy annál jóval több. A sorozat része az nagyjából oké. Okay akkor, akkor az valami egészen más lesz, amit viszont még sehol nem láttam. Se itthon nyilván nem, de külföldön se. És, és az, egy, az, egy, az egy más műfaj lesz, és arra, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy arra mi lesz a viszont, csak az a olyan mocskos munka van még. Tehát mondom csak azt, hogy felépítettem a, az alapvető díszletét, az volt egy hónap. Úgyhogy kb. minden nap dolgoztam vele. Viszont, viszont hogyha abból elkészül a, a hogy, hogy, mondjam, hogy ne legyen. Mindegy, ha Tehát egész az, vele, az első session, vele, igen. igen. Ö, akkor, 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 az, nagyon érdekes lesz, meg az, 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 az egy az, az ezen belül is egy új, új, műfajt fog, fog, hozni, és az nagyon kíváncsiak, hogy az, hogy, 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 fogja fogadni a, hát akik követik ezeket a képeket.